Hát igen. Nyomjuk. Srácok, a Dungeon Siege 2 kiegészítőjét, amit már nem a Microsoft Game Studio alatt adott ki a Gas Powered Games, hanem a 2K alatt itt történt egy kiadó csere, és hát ez a kiadó, a 2K volt az, aki a Dungeon Siege ez megcsinálta ezt a Throne of Agonit, vagy Agonit, így van, ami egy PSP-s verziója a játéknak, és képzeljétek el, hogy ezt úgy csinálták meg, hogy a PSP-s verzió és a PC-s Broken World között lehetett itemeket cserélgetni, mint a Pokémonos játékokban. Tök érdekes, hogy így játékok között volt átjárás, így itemeket illetően. Ez a kiegészítő hozott egyébként kettő hibrid karakterosztályt, a Stonefist-et, meg a Blood Assassin-t, hát azokkal amúgy már tudtam volna játszani így az alapjátékban is, ugye én már az alapjátékot a Broken World kiegészítővel kezdtem. Sajnos egyébként a Broken World hát így online store-ban nem megvehető, úgyhogy hát ilyen second hand mód kell beszereznetek, ha még be tudtok. Itt szerencsére volt lehetőségem pár ezer forintért pótolnom, mert nekem megvolt a játék kiegészítőstől, de költözés alatt elveszett, úgyhogy ha ezzel akartok játszani, akkor érdemes, javaslom, hogy pár ezer forintért szerezzétek be ti is. Sajnos még a GOG-on nincs fent, pedig az lenne amúgy a legkirályabb, akkor nem kéne mókolni a DG Voodoo-val sem, illetve egyéb 4K-s textúrákkal sem, mert amit most láttok, mai grafika, az már egy kicsit fel van tuningolva, hát így szerintem abszolút üti a 2023-as színvonalt, legalábbis így indi viszonylatban. Ne számítsatok amúgy, hogy ez egy nagyon hosszú kaland lesz, mert hogy ugye az alapjáték ilyen nagyjából 30-40-50 óra, attól függ, 30, hogyha csak így végigszaladunk a fő küldetéseken, 40-50 meg, hogyha ki is akarjuk maxolni, ugye ez az alapjáték, a Dungeon Siege 2. A kiegészítő pedig, hát ez egy 7 órás hosszúsággal rendelkezik, és nagyjából 12-15 óra kimaxolni, szóval ez egy sokkal rövidebb kiegészítő. Mellesleg, ezt még annó 2006-ban úgy mondták, hogy küldetéslemez, az expansion, szóval ez egy küldetéslemeze az alapjátéknak. Szóval igen, két új hibrid karakterosztályt hoztak be, egy új fajta, gnómot, és van most már tréner is, akivel én nem találkoztam, lehet, hogy csak rossz helyen keresgéltem. Van egy tréner, aki rezeteli a pontjainkat, és ugye a kiosztott pontjainkat, az kiosztott skill pontjainkat, és azokat újra tudjuk osztani. Ez nagyon hasznos lesz majd, hogyha a lotárt akarom újra használni. Szintén egy szomorú dolog a Dungeon Siege 2-vel kapcsolatban, hogy a Broken World kiegészítő pár hónapra a Titan Quest-re jelent meg, szóval ezért is nem kapott akkora figyelmet, mint amekkorát érdemelt volna. Szerintem, úgyhogy 2005-ben ez a játék, ez nagyon-nagyon nagyot ment, én úgy gondolom. Akkor elég sokan áldoztak neki figyelmet. Hát a 2006-os év az meg már a Titan Questről szólt. Mármint azoknak, akik imádták az RPG-ket. Nem húzom tovább a szót, srácok.
talán még annyival húzom, hogy én ezt a játékot még 2019-ben végigjátszottam, legalábbis a Broken World-ot. Úgyhogy azt megtalálhatjátok még fent az interneten, hogyha valakit érdekel, hogy 4 évvel ezelőtti Hunter hogyan játszotta végig ezt a játékot. Na, kell nekünk egy olyan, hogy egyedüli játék, és tovább kiválasztjuk, hogy Broken World, a Dungeon Siege 2 befejezése. Szia Aquila, Gerépa, üdv mindenkinek, hali hali. És a Zsoldost választjuk, mert hát a veteránt ugye nem tudjuk, csak akkor, hogyha előtte végignyomjuk a Dungeon Siege 2-t. És akkor, hogyha az alapjátékot... Ja, aha, szóval úgy tudok veteránra menni, hogyha végignyomom a Dungeon Siege 2 Broken World-ot Zsoldoson. Aha. Jó. Concentrate on the candle. Koncentrálj a gyertyára. Segít majd visszaemlékezni. Azokra, akik elpusztították Valdiszt, halált hoztak a világra. I know all this. I'm not some child. Concentrate. You must focus if you want to learn. The end time changed the face of the world. The ground erupted. The world was reborn. The very essence of magic changed. Magic is pure again. With my guidance, you can become greater than ever before. Open your mind. Let the power flow through you. That's it. Keep going. Yes, I almost... The magic! Wait! What? Well done. It's too much! I can't... Follow the ley lines! Help me! Their magic will lead you to your destiny! Micsoda bevezetés. Look, I know he's not himself right now, but... Enough! We cannot tolerate this. The Rogue Mage will be dealt with before anyone else gets hurt. Stop! Wait! Please! Jaj, látom, jöttek be új modellek is, úgymond. Not the way I imagined we'd meet. Nem így akart velünk találkozni, Burr. I heard you arrived late last night. Sorry if we woke you. Sajnálja, hogy felébresztettek minket. Jó van, úgy néz ki, hogy átjött a csapat. Én közben itt átrendeztem egy kicsit az inventorit, majd megmutatom nektek, hogy így milyen lett a stashünk. De amúgy az inventorink az nagyon jó lett. Hogyha megtaláljuk a szkérezetelő NPC-t, akkor Sartant elküldjük, és Lothárt, a 45-ös Lothárt újra a csapatba állítjuk. Na. Sorry if the arguing woke you up. Sajnálom, hogy a veszekedés felébresztett. Na, testvérem Conrad. Ő, valami nincs rendjén vele. Megőrült és másokat bánt. Azt hiszem, a driádok meg fogják ölni ezért. Bocsáss meg, ez nem a te problémád. Jó, hogy személyesen találkoztam veled. Sotiris, sok mindent hallottunk rólad. A triádok általában csak azt ölik meg, aki megérdemli. Mit művelt? Nem ezek a driádok. Ezek a legcsekélyebb provokációra bedühödnek. Néhány héttel ezelőtt esett meg. Egy nagymester mágus jött a falunkba, hogy Conradet tanítsa. Ezután azt tapasztaltuk, hogy Conrad felgyújtott minden épületet. Elpusztított mindent. Azóta követjük. Úgy tűnik, a bátyád azzal az egészen mondani akart valamit. No. Nem. Én mondom ne...
Nem, én mondom neked. Így kezdte a másik mágus. Káredet valahogy megváltoztattam. Általunk korábban nem látott mágiára okította. Elfeledtette vele a családját és a barátait. Elhagyta a falut és majdnem egy hónapig követtük. Útközben Káredet furcsa dolgokat tett, mint például lezárta az ajtókat. Pecséteket tett rájuk. Amikor ideértünk, megpróbálta lezárni az előőrsöt is. Jandaron, itt mindenkinek. Megragadtam a botját és Káredet nem akart bántani engem. Felismert egy pillanatra, a botja eltört és mindketten hátra lepültünk. Ő eltűnt a domb mögött. Nekem úgy tűnik, mint a Kaled veszélyes lenne. Nem érted, ő nem rossz ember, talán mostanában egy kicsit kikelt magából, de segítségre van szüksége. Nem egy tőrre a hátában. Nem mindig figyeltünk egymásra, de ettől még Kaled a testvérem. Tudom, hogy még mindig a közelben van. Nézd, te vagy az, aki megölte Baldiszt. Kaled mindig is szeretett volna találkozni veled. Talán ha beszélsz vele, abba hagyjam. Azért vagyok itt, hogy megtaláljam a sötét varázsot. Beszélek a testvéred, de a fenyeget nem fogok, nem fogok hátrálni. Persze, beszélek vele. Egy Kaledhez hasonló mágus talán tudhat valamit a sötét varázsról. Köszönöm. Te vagy Kaled utolsó esélye. Innen délre található az elátkozott dombságon. Ez most Sartan szerencse napja, egy egész falunyi tüzes nőszemély. Maradjunk egy darabig és lássuk, mi sül ki belőle. Most nincs idő a hódítgatásra, meg kell találjuk Burke testvérét. Nézd, már csodálják is a fenséges alkatomat. Valójában azt hiszem engem csodálnak, menjünk tovább. Ez egy jó ember, a szíve tiszta. Miért mondod ezt? A testvére egy áruló gyilkos. Burke mégis megbocsájt neki és mindent feláldozott érte. Nem hiszem, hogy én képes lennék erre. Mert nem. Kaled általán embereket ölt meg. Még ha mostan réhez, észhez tért és normálisan viselkedik is, örökre gyilkos marad. Attól félek, hogy újra megtenné. És legközelebb már engem üldöznem. Szia, Zakika. Oh, it's you. Ó, te vagy az. Hagyj békén, kérlek. Mondja, szorám. Sajnálom, de zaklatottnak tűnsz. Csak nincs valami gond. A magadfajta hősöknek nincs ilyesmire ideje. Csak menj el, kérlek. Te és ezek a driádok mindegy formák vagytok. Ez érdekesen hangzik. Mesélj, mi a baj? Komolyan. Talán tévedtem veled kapcsolatban. Eliza kinevetne, ha most látná engem. Ki az az Eliza? Eliza a feleségem. Néhány nappal ezelőtt elhagyta az előőrsöt, hogy bogyókat szedjen a fiunknak. Arlennek. Nem tért vissza. Ezek az átkozott driádok nem tesznek semmit és nem hagyják, hogy megkeressem. Nem tudom, hogy mit tegyek. Nekem azonban nem tilthatják meg, hogy keressek. Én majd segítek neked. Ezt nem hiszem el. Köszönöm. Eliza innen délre a folyóvölgybe szokott bogyókat szedni. Ha a driádok űzték el, mit gondolsz, merre mehetett? Nos, megálltunk néhány utazó szenténél az előrs felévet. Azt hiszem az egyikük az mehetett. Akad néhány belőlük a dombok között innen délre. Ez egy mellékküldetés, gondolom én. Így van. Greetings. Üdvözlet! Te vagy az, aki elpusztította azt a Valdis szörnyet, nem? Egy magadfajta kalandornak jól kell ismerni a vidéket, nem? Eligazodom, ha arról van szó, tehetek valamit értettől. A nevem Sziporkajuk Hjoren. Kőökölmester. A mesése beli Sziporkajuk bányából. Tudod, azért jöttem ki, hogy megtaláljam az eltűnt törpöket. Sziporkajuk sötét, ez is sötét. És talán még kristályszélbánya bányászainál is jobbak voltak. Valahol a környéken megalapították a szipor mélységbányát, a valaha felfedezett bányák leggazdabbikát. Egy levelet küldtem a helyről, és egy öklömnél is nagyobb rubint. Milyen rég tűntek el?
Van már vagy 150 éve, hogy hallottam felőlük. Elég ideje ahhoz, hogy elgondolkodjunk azon, mi lehet velük. Úgy tűnik, senki nem tud róluk semmit. Mi? Jó magam, azt hiszem, ezekben az években előlünk rejtőztek. Egy olyan gazdag bánya, ami kövéren és boldogan tudja tartani őket, bőségesen elég aranyat ad ahhoz, hogy saját őrséget vásárolassanak. A bányász szél amúgy se tudná a törvényeit érvényesíteni, hiszen messze van. A különös az, hogy senki nem kereskedett itt velük. Biztos vagy benne, hogy a bánya itt van? A közelbe kell legyen valahol. A levélke leírása illik a közeli vidékre. És néhány régi rejtekhelyre is bukkantam, melyet a sziporméség szimbólumában jelöltek meg. Akkor azt akarod, hogy további rejtekhelyeket keressek? Leköteleznél, ha további nyomok után néznél az eltűnt törpök jólétét illetően. Senki sem hallott felőlük az elmúlt 150 évben. Egy, a te hírlevethez hasonló személy bizonyosan eljuthat olyan helyekre is, melyek túl veszélyesek a számomra. Rendben, nyitva fogom tartani a szemem. Örök hálam! Keresd a kőbe vésett kósfej szimbólumot az utadba eső helyeken. Persze, viszlát! Virenia kiképző. You're not the most popular person around. Nem vagy túl népszerű a környéken, de én szeretem magam meghozni az ítéleteimet. Ha szeretnél valami más képességre specializálódni, semmi sem tudom tenni a képességedet egy csegély ár ellenében. Érdekel a dolog? Ó, hogy akkor ő az. You know, if you continue to frown so severely, Olyan gyakran látszol a homlokod, hogy az véglegesen rögző rajta. És az közel se lenne szép látvány. Csak hallgass egy pillanatra, Szártán. Nézd ezt az oszlopot. A kivételezése van annyira szép, hogy elf munka legyen. De elf nem használna ilyen rúnákat. Azon gondolkodom, vajon kikészítettem? Szia, Jókó Sensei. Talán le kellene tesztelnem az erőmet rajta, hogy lásd, mennyire könnyen romba döntető. Az fel kell tenni a figyelmedet? Csak addig, míg mindhalálig nem éget téged. Itt van Célia. A Driád városból. Eirulamból. Nos, Zsoldos, még van merszed idejönni azután, ami Eirulánban történt. Egy jó okot mond, hogy ne zárjalak be újra. Mi börtöncellátok sincs. Neved szó szerint. Hadd legyek érthető. Ha ezúttal bármit jóvá nem hagyottat cselekszel, a büntetésed nem marad el. Egy éjszaka a békjózott lényekkel a dombok között meg fogja tenni. Békjózott lények? Igen, lények, még ha emberek is valahogy megromlottak. A testük rettenetesen megváltozott és agyatlanná váltak. Mintha elméjük valamihez, vagy valakihez lennének békjózva. Gonoszul és halálig harcolnak, és úgy tűnik nem éreznek fájdalmat. Ez még a járványnál is rosszabb. Ott vannak szerte a dombságban. Egyedül nem biztonságos elhagyni az előörsöt. Ez lesz a sorsot, ha újat húzol velem, Sotiris. A driádjaimnak sok dolga van, ezért hát bármiért is jöttél ide, meg kell bánni, kihallgathatunk. Távozhatsz. These humans keep getting in the way. Tehát, hogy így legyőzzük a gonosz Valdiszt, és így beszélnek velünk, de fura. Ezek az emberek tovább állatának már. Vajon a többi előőrs is ugyanezzel a problémával küzd? Már jó ideje nem hallottunk felőlük. Az embereknek nincs hova menniük. Ez csak kifogás. Hagytuk, hogy köztünk a védelmünk alatt éljenek. De csak addig, míg újra erőre nem kapnak. Helyette elustultak és semmit sem tesznek magukért. Kívül kellene tartanunk őket az előőrseinken. Kényszeríteni őket, hogy gondoskodjanak magukról. Visszajöttek a szíves látással. Előőrsök? Van több is? Igen, Arana minden részében. Most már nekünk kell védelmeznünk ezt a helyet. Mi vagyunk az egyetlenek, akik képesek rá. Az elfek sehol sem találhatók, és az emberek királysága elbukott. Ezért vannak mindenütt menekültek. Manapság nincs túl sok hely, ahol a menekültek megúszhatják magukat. Ja, oké. Hogy nyomja itt a csacsi közben? Jöttek amúgy új petek is, elvileg kettő. Utálom, egyetlen állatomat is hova dobba engedni, míg azok
ha valamik odakint vannak, még inkább gyűlölöm a hozzátasolóknak eladni őket. Szerencsédre pénzre van szükségünk. És a te szerencsédre, de én üzletelni szeretnék veled. Mit van? Na hát... A márháskos az például új. És a lógószárnyú sárkány is. Azt hiszem. De a márháskos az mindenféleképpen. Ja, hát ugye nem tudunk ötödik tagot, úgyhogy ez felejtős. Lám-lám, nincs aki van itt. Remélem elfoglaltad magad az elmúlt évben. Én egy új tudásra tettem szert. Régens receptek. Szeretnél hallani róluk, vagy valamiféle bűbáj miatt jöttél? Mesélj nekem a receptekről, kérlek. Minden tudásomra és egy kis szerencsére is szükség volt, de sikerült felfednem a régens receptek ősi titkát. Ezzel az új tudással olyan bűbájokra vagyok képes, melyek sokkal erősebbek, mint maguk a régensek. Elmutatom neked, ha hozol nekem néhány hozzávalót. Persze, érdekesen hangzik. Találj nekem néhány hamulevelet, néhány zsája linimentumot és egy csipetnyi gardénia levelet. És akkor átadom neked a különleges receptemet. Biztos vagyok benne, hogy hasznosnak találod majd. Any luck finding the reagents for my special recipe? Igen, no, you don't have anything. Ja, azt hittem, hogy van. Any luck finding the reagents? Ja. Ha? Szia, bicsikám. Uda idegesítve ez a csacsi. Verini oktató lenonázza a képzettségeidet egy kisebb ár fejében. A kovácsnő... I heard from my sisters. Komoly boltos, ugye? It's you! I didn't think I would ever see you again. Sotiris, te vagy az. Sose hittem, hogy újra látlak még. Azután, ami Valdisszal történt a második kataklizma, Greylin elsüllyedése. Semmit sem hallottam a sorsodat illetően. Örülök, hogy épségben láthatlak. Ahogy én is téged, maradom kell, és meglepett, hogy kovácsnőként láthatlak újra. Hol van Sam? Eltűnt Eirulan elestekor. Célia utasított, hogy foglaljam el a helyét. Nem így képzeltem, hogy kovácsnő lesz belőlem, de a nővéreim így kívánták. Ó, figyelj csak, biztos vagyok benne, hogy fontosabb dolgod is van, mint a fecsegésem hallgatni. Itt eltek érted. Komoly cuccok vannak itt a boltban. Hopp, olvasni való. Levelek Heslától. Egy sárga fűszálakkal összekötözött papírköteg. Ez a Lashianak címzett levelek gyűjteménye egy Hesla nevű nőtől. A második kataklizma idején nem csak Valdisz volt, aki elbukott. Szeretett otthonunk Eirulan is hullámsírban merült. Rengeteg nővérünk veszett oda nagyszerű városunk pusztulásakor, többek között a vértestvérem, Morain is. Megpróbáltam megtartani, amikor a hatalmas fák elkezdtek szétroppanni, de kicsúszott a markomból. Még mindig látom magam előtt, ahogy az ágak között zuhan, ajka hangtalan sikolra nyílva. Nagyon hiányzik. Csak nagyszerű vezérünk bölcsessége mentett meg minket, és meg kell valljam, kisítű voltam, amikor láttam, a megoldásban a piszkos haku patkányoknak is része van. Beleegyeztem, hogy velük dolgozom a tutajok megépítésekor, mert Tanzi elvesztése már túl sok lett volna a szívemnek. A bánat miatt nem gondoltam át a dolgokat. Együtt keltünk át a Kellariel szoroson, triádok és hakuk egy tutajon, egymás oldalán. Mikor megérkeztünk a szárazföldre, és tábort építettünk, még mindig együtt voltunk, mint az erdei útra hullott levelek. Bár a fegyverszünet nem tartott sokáig, nem meglepő, mivel a kisférgek mindig is fondolatosak voltak. Még mindig nem tudom, hogy Széria miként fedezte fel a hakuk terveit, de legalább az előrelátásról tett bizonyságot. Csak azt kívánom, hogy a lányom ugyanilyen bölcsességet mutasson. Amikor Széria és az őrei elkezdték a tábort megtisztítani, az átkozott lényektől, Tanzi, az idealista, megpróbálta megállítani őket. Talán tényleg szerelmes volt Ramba, a hakuba, de inkább hiszem, hogy a galát szörnyetek mágiával bájolt el.
bárhogy is történt, a lányom meghalt, amikor Tanzi áldat fordított, a legközelebbi Haku gonosz boszorkány mágiával megölte őt. Ha Célia és az őrei kicsit is haboztak volna a lányom halála előtt, idővel lenyugodott volna. Úgy csöpörtek végig a táboron, mint a bosszú vihara, megölve minden átkozottat, akit el tudtak kapni. Miután a csatazaja leült, néhány a hegyekbe menekült Haku híján, mindenkit megöltek. Azóta nem látok a bűzlő nyomukat. It's good to see a familiar face. Jó egy ismerős arcot látni Sotiris, mióta Célia megbízott a mágia bolt vezetésével, nem üdvözölhettem annyi utazót, mint korábban. Eddig csak a nővéreim fenyegető tekintetét és szánalmasan kinéző menekültek látványát űrhettem. Lássuk, mit van! Komoly járunk, ismét csak. Kert az F és K társaságtól. Greetings. Kurth of the F. Na. Az F és K társaság az, aki a Broken World és a Throne of Agony között biztosít ilyen csereberét. Üdvözletem, Kert vagyok az FNK társaságtól, szolgálatodra. Ha véletlenül bármilyen ősikő táblára bukkannál utat során, szívesen vetnék rájuk egy pillantást. Számos egyedi tárgyat sikerült felhalmoznom életem során. Biztos vagyok benne, hogy találnál köztük olyasmit, aminek fejébe elcserélheted velem a költábláidat. Alternatively, I can offer... Jaja. Ezt hogy mondja csak. Alternatively, I can offer you one of my treasures if you have a special code from Dungeon Siege Throne of Agony for the PSP system. Or, if you prefer, I can give you a special code you can use within Throne of Agony. What can I do for you? Szóval azt mondja, hogy a kincseimből bármelyiket fel tudom ajánlani egy különleges kóddal. Ha egy különleges kóddal rendelkezel a PSP rendszeren futatható Throne of Agony-ból, vagy ha úgy akarod, én magam adhatok neked ilyen különleges kódot, amit az Agony-ba lehet használni. 2006-ban. Nagyon meta, ugye? Mesélj nekem ezekről a kódokról. Jó. Oké. A Driád előrs. Arin szurdok. Nem látom a chestünket, hogyha van olyan egyáltalán. Amúgy néztem gameplayt a Throne of Agony-ról, de... Hát én azzal ma így már nem játszanék. Hopp, még egy könyv. Well, I can't say I'm... Nos, nem mondhatom, hogy örülök, hogy látlak. Mégis te vagy az egyetlen Arannában, aki jelenleg megengedhetett gyágyat magának. De a nagyvezér azt mondta, legyünk mindenkivel udvariasak, még ha... Nos, miben segítetek? Remélem, hogy udvarias voltál a barátaimmal is. Itt van valamelyikük? Oké, itt vannak. Nézzük... Szóval, Lothar 44-es. Hát egy szint lehet megérni visszamenni Lothárra. Hát az nem. A Throne of Agony az nem öregedett jól. A szállásmester. Nézd, jelenleg eléggé elfoglalt vagyok ahhoz, hogy egyenként minden harcos rendelkezésére állhassak. Mit akarsz? Nem fontos. A természetkutató. Hoppá! Sotiris, azt hallottam, hogy fel akarod fedezni az előrs környékét. Akarsz valami hasznosat is tenni, ha már odakint vagy? Ha igazak a pletykák a képességeidet illetően, akkor igazán hasznodat vehetném.
A sütétvarázsló keresése épp elég hasznos, én mondom. Mire volna szükségem? Rendben. Mégis, vannak még olyan nyomasztó dolgok, amelyek végére kellene járni. Különös lényeket jelentettek a dombok között. Szörnyetegeket. Miféle különös lényeket? Olyan lények és emberek, kiket korábban ismertünk, de mostanra valahogy megromlottak. A testüket rettenetesen eltorzították. És esztelenné váltak, mintha valami vagy valaki irányítaná őket. Erősek, félelem nélküliek és vérszomjasak. Egyre komolyabb gondot jelentenek, és senki nincs már, aki elég erős lenne, hogy megszerezze az információkat, amik érdekelnek. Segítesz nekem? Érdekes, nyitva tartom majd a szemem. Köszönöm. 5 lény van, ami különösen érdekelne, ha megtalálnád őket. Tudd meg, hogy mi történt a terákkal, az emberekkel, a hiénákkal, a vadtüskékkel és a hangukkal a dombok között. Ha tudnád belőlük mintát is hozni nekem, hálás lennék. Próbáld nem túlságosan megsérteni a testüket, amikor megölöd őket. Hol találhatom ezeket a lényeket? Nem tudom biztosan, de a dombok felől jelentették őket. Ha igaz a szóbeszéd, akkor ők előbb találnak meg téged. A nővéreim azt mondták, ezek a megbékőzött lények egyre csak erősödnek. Nyitva tartom majd a szemem. This place is nothing like Graylin. Ez a hely semmibe se hasonlít Graylinre. Nagyon barna és sziklás. A nagy vezér azt mondja, a kataklizma rombolta le a környezetet, most pedig töredezett és sziklás, s tökéletes hely a terv elkészítéséhez. Megkönnyíti-e az előseink védelmét? Terv? Miféle terv? Nice. Szép próbálkozás. Kívülállóknak nem mondhatok többet a nagy vezérről. Mindössze annyit kell tudnod, hogy a terv nagyon fontos, és majd mindent megváltoztat. Majd meglátod. A driádok rendbe hozzák ezt az egész kataklizma dolgot. A kataklizma az egész világot megrázta, amikor a kard eltörött. A föld is megrepett, és Graylin elsüllyedt. Az otthonok eltűnt, Sotiris. Mágia van mélyen, a föld alatt. Azokban a repedésekben. Mi triádok különleges kapcsolatban vagyunk vele. És a vezéretek mondta mindezt, hol van a nő? Szép próbálkozás! Na nézzük, itt még vannak ketten. Nari a mágus. Greetings. Üdvözletem. Tarts nyitva a szemed, még itt tartózkodsz, ha teheted. Néhány nappal ezelőtt éjszaka Arishut a krónikást megölték a sátrában. Tudod, hogy kitette? No. Nem. Nyomozok még, de nehezen jutok előre. Az a gond, hogy ez nem az én szakterületem. Én ősi mágiát kutatok leginkább. Ha bármire felfigyelsz, ami segítheti a nyomozásomat, kérlek tudasd velem. Úgy lesz. Eléna, azt kívánom, ezek a menekültek bár máshol lennének menedékre. Bár gyanítom jobb, ha itt vannak, ahol szem előtt tarthatjuk őket, és nem rohangálnak a bozótosba, belerondítva a tervünkbe. Miféle terv? Félek, nem mondhatok többet erről. Talán te és a menekült társaid is előállhatnátok egy tervvel. Legalább lefoglalna benneteket, és nem kellene ilyen sokat törődnünk a menekültekkel. Miért kell szemmel tartanatok őket? Mert gyengék és visszataszítóak. Egy napig se bírnák a védelmünk nélkül. És ezt tudják. Így legalább nem kell tovább aggódnunk miattuk. Addig nem, míg a terv meg nem valósul. A terv... Jó. A nagy munka. Drága nővéreim, Aranna másfajai nem értik meg a nagy munkánk fontosságát. Elnézőknek kell lennünk velük szemben, mintha a kisgyermekek lennének, de nem szabad hagynunk, hogy beleavatkozzanak. Állatatosnak kell maradnunk, mint azok a fák, mik fiatalkorukban védelmeztek minket. Az elfeknek nem mondjatok semmit, és ne fogadjátok bizalmatokba őket. Elárultak minket. Életünket adtuk az értéktelen régiségük védelmére, és magunkra hagytak minket. Mikor a tenger felkelt, hogy meghajjunk Graylin szigetén. Mint ahogy a nagyvezér mondja, az elfek csak az elfekkel törődnek. Hasonlóképp kell nekünk is viselkedünk magunkkal. Ők nem mertek cselekedni, hát most mi vagyunk az első faj. Beköszöntött a driádok kora. Az emberek megtörtek és gyengék. Tehetetlenek és nem képesek magukat sem megvédeni. És ezért, mint Aranna új gondnokainak, nekünk kell gondoskodnunk róluk. De mindig emlékezzetek arra, ami a legfontosabb. A nagy munkára.
Amennyiben az emberek jelenléte a táborainkban fenyegeti a munka sikerét, ki kell őznünk őket onnan. Ez természetesen azokra is vonatkozik, akik nem vesznek részt a munkában. Röviden, azokra, akik nem Krejlin triádjai. Ha az emberek kérdezősködnek, egyszerűen válaszoljátok, hogy Aranna helyreállításán dolgoztok. Ha tovább erőszakoskodnak, emlékeztessétek őket, hogyha nem nyitottuk volna ki ajtainkat számukra, és nem védtük volna meg őket a veszélyektől, akkor nem apadtak volna meg a forrásaink ilyen jelentős mértékben. Nem fognak kérdezősködni, ha valóban érdekli őket a saját életben maradásuk, és ha nem, nos, akkor nekünk sem kell törődnünk az övékkel. Kövessétek ezeket az utasításokat, nővéreim, és uralkodni fogunk. Szia, Golden Samurai. Mi újság? We have taken in more. Több ember van nálunk, mint amennyi helyünk, és rossz állapotban is vannak. A természetmágusok még fontosabb dolgokkal vannak elfoglalva, én pedig az áru beszerzéssel és értékesítéssel. De legalább van némi lilium náluk, amivel kereskedhetnek. Megszeretné nézni, hogy milyen reagensekkel szolgálatok? Nem. Szia, Nicikám. Hoppá, madari. Képzeld, pirítós volt. Felvágott a saját pirítós. Paradicsommal és paprikával. És nálad? Na, jó babázás majd akkor. Mostantól, madari. Délután családos bográcsozás. Na, nyomas Golden Samurai. Én jól vagyok. Pillanat. Na, nézzük az első küldetésünket. Jó pár mellékküldetés már felvettünk közben. Első főküldetés. Miután megtudtad, hogy Valdis a sötét varázsló bábja volt, megdöbbenve nézted végig, amint a sötét varázsló elmenekült Azunai pajzsával. Az elmúlt évben végigutaztad Aranát, és elhatároztad, hogy a sötét varázsló nem fog újra egérutat nyerni. Tegnap éjjel érkeztél az Amanu dombság lábánál levő driád erőshöz, és kora reggel hangos vitatkozásra ébredtél, amint elhagytad a sátrad. Összefutottál Burke-kel, egy ember menekült el, aki részt vett a veszekedésben. Burke testvére Kánred megőrült, amint egy furcsa mágussal találkozott. Burke nyugtalan, Kánred fenyegetést jelent az előrse, és a driádok elhatározták, hogy megölik. Burke reméli, hogy te előbb találod meg Kánredet, és segítesz neki, ha tudsz. Ez a feladat. Ma végre kialudtad magad? Hát, én majd nem tudom mikor. Én nem tudom mikor. Tomás a kereskedő. Az átkozott driádok. Kész időpazarlás foglalkozni velük. El kellett volna futnom a boszorkányok elől, mikor még volt esélyem rá. Nem követem el újra ezt a hibát. Meséld el, mi történt? Az istenekre. Első pillantása nem is ismertelek fel. Magadok egy magadfajta erőshős, vissza tudnál szerezni az árumat. A partnerem, anya, teljesen megőrült. Nem tudom, hogy ez a telihold miatt, vagy mi miatt van. De az átkozott pokolmacska valami hihetetlen vadsággal megkarmolt. Ha így beszéltél vele, nem csodálkozom. What? Mi? Korábban sose érdekelte a beszédem, ellenben nagyon is szerette az aranyat, amivel a ládáit tömködtem, és a szörméket, amikkel az ágyát melegítettem. You? Rendszerint az előrsnél találkoztam vele, de ezúttal egy csapatnyi katonaszerű... Vel járőrözni ment. Nem volt köztük egyetlen barátságos arcú sem, így számítottam a gondra, de nem ilyesmire.
amikor újra találkoztam velük, mindegyik átkozott jégkirálynő halott volt. És anya, felettük állt, keze és szája csupa vér. Amikor meglátott, próbált belém is harapni. Elég jók a reflexeim, de még így is el tudtam kapni a csomagomat. Elvesztettem mindent, annak az átkozott nőszemélynek köszönhetően. Ez úgy hangzik, mint a további nyomozásra szorulna. Nagyon hálás vagyok. Rendesen megjutalmaznak, ha visszaszerzed a csomagomat. Ám, légy óvatos. Anya mindig is erős nőszemély volt, és bármi is történt vele, az megduplázta az erejét. Délen megtalálhatod őt. Egy kis tábort állítottak fel, de biztos vagyok benne, hogy mostanra már egy kicsi felforgatta. Majd tudatom, hogy mit találtam. Teflon, én is imádtam ezt a gémet. Egy kereskedő utazásai. Ez a napló egy utazó kereskedő bejegyzésének gyűjteménye, amiket Aranna keresztül kasul bejárásakor jegyzett le. Két passzus kiemelkedik. Végül döntöttem, félreteszem büszkeségem és Karatiába megyek. Mintha évek óta nem láttam volna a nővéred. Azt hiszem, valóban évek óta. Biztos vagyok benne, hogy Angus és Kevare még mindig tartozik nekem néhány itallal. És azt is meg akarom nézni, hogy mi történt azzal az öreg gazemberrel, Kendrillel. Az biztos, hogy nem kérettek volna a felkedvesebb fickót a bérgyilkocséből, hogy teljes Aranát üldözzön. Néhány oldallal később. Mind eltűntek. Az istenverte város eltűnt. Mindösszen sok szekény és sár és városnál kétszer nagyobb lyuk maradt hátra. Mi a pokol történt itt? Úgy néz ki, mintha az egész város a talajba süllyedt volna. Honnan jön ez a víz? Azt hittem, ez a hely egy sivatag? Nem. Várj, tudom, hogy ez egy sivatag. Még mindig van a csizmámban abban a homokból, ami a legutóbbi itt létemkor került bele. Nem tudom, hogy közülük bárki is el tudott menekülni, vagy hogy hová mentek. Ezt a valamit Boden és Nora nem tudta megállítani? Tudom, hogy Nora mondott valamit a Nexusra és az erővonalakról, de... Talán jobban oda kellett volna figyelnem arra, amit mondott. Ahelyett, hogy a testét bámultam volna közben. De hát, ismersz engem. Nos, nem maradt más, mint hogy csak üljek itt és magam elé bámuljak, ezért inkább a te utadra lépek. Sejtem, ez történik akkor, amikor egy átkozott gyerekre bízol mindent. Az utcán szaladgál, más civilészekkel játszadozva, nem a trónra, ami már túl nagy az apjának. Szia, Samaz, mi újság? Na hát, elindultunk. Elkezdődött, srácok. Na, az történt, hogy szereztünk egy mintát a békjózott va tüskéből. Ithara kutatására. Mert ő szeretné megtudni, hogy honnan jönnek ezek a fertőzöttek. Hát igen, fél óra után végre csata. Fél óra után végre csatázások. Én péntekenként 9-kor szoktam kezdeni, de egyébként mindig ugyanakkor kelek. 5 óra 56-kor. Kiadja a zicser a játék részre, hogy az első elemüknél nem fagyott. Ez nem a Chess Ultra. Amúgy igen. Bízom benne, hogy itt a Broken Bell alatt nem nagyon fagyogat majd a játék. Csoda! Nem tudom, mi volt ez a nagy robbanás. Ezek ilyen robbanó elemek voltak? Vagy ez mi lehetett? És ébresztő nélkül kezd? Nem, én ébresztővel. Sajnos az nem segít, hogy ha mondjuk a telefonra állítok be ébresztőt, mert azt... Hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor úgy kinyomom, hogy észre se veszem, hogy szólt az ébresztő. Ezért az a megoldás, hogy a régi telefon, ez a hamuleveleket kelleni fog valakinek. Ez
Szóval ezért az a megoldásom, hogy a régebbi telefonomra állítok be egy ébresztőt, ami a szoba másik végében van. És akkor arra fel kellek kinyomni. És hogyha már fel kellek, akkor már nem nagyon kellek vissza az esetek 99%-ában. Na, még a saskarom is itt van. Nézzük csak, mi kell ahhoz a küldihez. Vattüskefarok. Levágott vattüskefarok. Na, hamulevél, zsája, linimentum és gardénia levél. Hát akkor ez nem az. Hát ez az 5-5, hát ez olyan, hogy ez már majdnem halt, ugye? A halt, tehát ezek ilyen kamikáz ellenfelek. Ó, ismerem ezt a trükköt. Szerencsés vagyok, hogy sose kellett alkalmazom. Na hát eljöttünk az első waypointhoz. Itt van valami új jelölés. Wow. Jelölése van a barlangnak, de durva. Az én ébresztem a gyerek, 5.30 és 6.5. Visszaalvás lehetetlen. A barlangot elzáró mágikus energia fényesebbé vált, amint a közelébe értél. Láthatóan azért, hogy megakadályozza a belépésedet. Én bármit lenyomok, hogyha elérem. Szóval mindegy, mi ébressek, ne érjem el. Ja. Ezzel én is így vagyok. Jelenleg. Nem tetszenek ezek a robbanó ellenfelek. Madártól. Mennyi hülyeséget összeszedünk? Szia, Pedro! Na, így beállunk ide. Persze, Gomingé, már nyugodtan kérdez. Igen, a kutyakát viszik el? Most lesz a hétvégén az óra átállítás, tényleg? Ó, hogy ott vannak ilyen driát figyelők. Ma 5 órától lehet elkezdeni a Diablo 4 Open Beta-ját. Ha nem akarsz kellemetlen élményeket, akkor én egyébként a holnapi napot javaslom. Persze, hogyha nagyon izgatott vagy, akkor már nyomhatod most is, ma 5 órától.
de készülj fel arra, hogy sok, tehát letereltek lesznek a szerverek, nem biztos, hogy be tudsz jutni, várakozni kell, kaphatsz disconnectet, akkor megint várakoznod kell fél órát, órát, úgyhogy inkább holnap érdemes belenézni, vagy vasárnap. Macska gyökér. Nem, palácska nem az. Na várjál, valami nagy robbanások vannak. Melyik játékról volt szó? Diablo. Diablo 4-et kérdeztek. Ja, hogy az érdekel, hogy fut-e majd a gépeden. Ja, értem. Hát, szerintem amúgy a játék grafikáján biztos, hogy még fognak változtatni. Az optimalizáltságán is, az is biztos. Úgyhogy nem tudom, milyen refund policy van a Blizzardnál, de még azt is meg tudod majd csinálni, hogy megveszed. Nem tudom, hogy szoktál játékot venni, de a digitálisan veszed. Megveszed. Nem tetszik, nyomod a refundot. De mondom, Blizzardnál nem tudom, mi erre a megoldás. Steamen ugye a 2 óra. PlayStationen meg az, hogy elindítod a letöltést, vagy sem, az elég fura a megoldás. Aha, megint lesz beta, ugye most lesz az open beta. Előző héten csak az early access open beta volt. Szóval most lesz igazán open beta. Ja, és ugye ez az open beta annyiba lesz több, ami most lesz az early access-hez képest, hogy már lesz necro és lesz druid is. Hát ugye a PlayStation azt csinálja a Neutron Star, hogy ott van a plusz, meg a nagy katalógus, a játék katalógus, és akkor ott ki tudod próbálni a dolgokat. Anya a bánatos. Na várjál. Most az történt. Tomásnak egy utazónak, utazókereskedőnek komoly gondja van. Felfedezte, hogy az üzlettársa anya a driád megőrült és megölte a nővéreit. Amikor megpróbált közeledni felé, őt is megtámadta és megragadta a heti táskáját. A férfi épp hogy túlélte, de az áruja nélkül Tomás tönkre fog menni. Most azt reméli, hogy te képes leszel véget venni anya őrületének és visszaszerzed a csomagját. Szóval megtaláltuk anyát, levertük. Igen, vissza kell mennünk Tomáshoz, és akkor oda tudjuk adni a hátizsákját. Ja, hát minden játék nincs benne a collectionben, viszont egyre több demót adnak amúgy, amit Yoko Sensei mond, hogy játékdemó is van, már egyre több játékhoz, illetve a PlayStation Plus legdurvább verziójában, ami nem tudom most melyik, abban ki lehet próbálni az új játékokat is, pár órás próba. Szóba van benne. Igen. Elpuszított völgy dél. Na. Csinálunk egy olyat. Visszamegyünk a Driad erőrökbe, és leadjuk ezt a küldőt. Múlt héten is káoskóban nyomtuk férjemmel, várjuk most milyen a druid és a Neko. Na, jó szórakozás majd hozzá. Annyit olvastam amúgy, srácok, hogy
PC-n nincsen couchcop. Mint az kiderült, és azt mondták a Blizzardnál erre azt, hogy hát ezen nem is gondolkodtak, hogy a PC-n legyen couchcop, mert hogy általában tévén játszanak az emberek. És ugye erre arra utalt, hogy konzolon. Tehát, hogy a PC-s verzióban nincsen couchcop. De hogy miért? Tehát, hogy PC-n tudnak játszani tévén is. Had any luck getting my pack from that... Sikerült visszaszerezned a csomagomat attól a nőstény boszorka anyától. Nem tudom, hogy mit fogok csinálni nélkülem. Megszereztem, mit van? Széria legyen áldott! Megcsináltad! Meg kell mondjam, nem gondoltam volna, hogy újra látni foglak. Igazad volt anyával kapcsolatban. Erős volt, de nála is erősebb vagyok. Azt nem vontam kétségbe, hogy elbánsz vele, csak azt mondtam, hogy az eddigi hősök olyanok voltak, hogy elfogadtak egy feladatot, csak hogy az ember befogja a száját, aztán mindent elfelejtettek, amint kikerültek annak látóköréből. Örülök, hogy te tartottad a szabadat. Tessék, ezt kiérdemelted a segítségedért. És hé, ha valamikor mágikus apróságra volna szükséged, látogass meg! Egyedülálló pergőtűz recept. Wow, sose fogjuk használni. Hogy állunk amúgy a táskával? Hát ilyen gagyi cuccokat szedünk össze. Ja. Igen, ez ilyen bullshit szöveg volt. Szerintem is. Én teszem be, hogy az egyik DualSense PC-n használom 2 hónapja. Jó cucc. Remélem vezetékesen. Békjózott Husk. Na nézzük, hogy áll a többi küldi. Mondja, hogy békjózott hiéna, haku és terrák mintakám. És is találtam Steven egy appot, amivel elég jól be lehet állítani. Na, mit állítasz rajta be? Én azért mondom, hogy remélem, hogy vezetékesen, mert úgy tudod a támogatott játékoknál a haptikus feedbacket, meg az adaptív triggert kihasználni. Azt nem tudom amúgy, hogy szerintetek miért van az, hogy a Microsoftnál 300, most így nem tudom, hogy melyik Game Pass, de hogy 300 forintért adják, amikor ugye nem annyi az ára, tehát hogy miért adják ilyen olcsón vajon? Hogy az emberek fizessenek addig elő, ameddig, ki tudja, meddig ilyen olcsó? Hát igen, csak promó már nem tudom hány éve. 2-3 éve. Mert hogy nem csak az első... izé, tehát nem csak az új account első hónapja 300 forint, hanem valaki már nem tudom mióta 300 forintért Game Pass-os. Nózi, nagyon szépen köszönöm a 37 hónapot, mi újság? Most mint. Szóval nekem ez ilyen izé, fura, hogy...
valaki 300 forintért fizet elő, valaki meg 3000-ért. És hogy olyan nincs úgy számomra legalábbis tisztázva ez a dolog, hogy most akkor kinek 300 forint, meddig 300 forint, és most ez majd is így hogy van. Olyanról nem hallottam én sem még, hogy hónapok óta, inkább az első pár hónap vagy valami ilyesmi szokott lenni. Na, jó szórakozást, Nozi. Peregjenek, srácok, az fegek Nozinak. Valakinek a Tinder Premium 2000 forint, nekem meg 10 000. Hoppácska. Hát akkor azt kell mondani a Neutron Star, hogy most lettél 18. Szóval, ja, azért is kérdeztem ezt a Game Pass-os árat, mert most így egy csomóan 300 forintért vannak előfizetve, nem hiszem, hogy használni fogják a családi csomagot. Vicces egyébként, hogy ugye ezt a családi csomagot úgy vezették be a Game Pass-nál, Game Pass-nél, hogy ugye bárkivel megoszthatod, tehát hogy haverokkal is. És hát a Netflixnél meg pont ez ellen vannak úgy, hogy amúgy pár éve ők is azt nyomták, hogy persze osszad meg mással a jelszavan. Na majd én megnézem, mert most pont lejárt a Game Pass-om. Vagy most jár le, majd megnézem, hogy mennyiért tudom megújítani. Kíváncsi vagyok. Hélia-tól. Ahogy nézegetem, én azt láttam, hogy új előfizetés esetén egy hónap 300. Igen, igen. Igen. Ezt írják, de van akinek nem 300, már nem tudom, hanyadik év óta. Elhagyatott bánya. De menő. Legyújtottuk a fákját. Az eltűnt törpök keresése. Sziporkaljuk Joren, egy ebb törp, aki nemrégiben érkezett az előörzsben. A sziporkamélység törpöket keresi, bányászok egy nagy csoportját, kikről több mint 150 éve nem hallottak. Joren úgy hiszi, hogy megszakították a kapcsolatot az ebbel, azzal a céllel, hogy összegyűjtsék a végtelen gazdagságot, amit felfedeztek. Meg akarja találni őket, hogy a törp bányászé szabályai szerint cselekedjenek. Attól még, hogy ez az új bánya messze van ebből, nem jelenti azt, hogy megszökhetnek a törvény elől. Egyedül álló druida sétabot recept. Azt mondta nekem akkor, hogy találtunk kőbe vésett kosjelet. Igen? Találtunk olyat? Igen?
Hát... kőbe vésett kosjel. Ó, aha. Jó, hogyha az az, akkor jó. Jó, oda tudja, hogy be lehet menni. Kőbe vésett kosjel. Na, megpróbálunk lebekkelni. Köszi szépen Szemenz és Neutrona pergetés Nózinek, köszi, hogy már 37. hónapja Rhyme-odat rám használod el. Megnéztem a Game Pass 4200. Na, én azt hittem, hogy az valami 3000. Egy hónapra. Talán az, hogy mindig 3... Talán az, hogy mindig 300 forint, úgy van, hogy lemondja egy nappal előtt, és akkor ha elő akar megint fizetni, úgy 300 lesz. Aha. Ja, valami ilyesmi, tehát szerintem is amúgy. Have you seen any signs of the luck? Szerintem is valami ilyesmi lehet a trükk, hogy ez trükközéssel oldják meg ezt a 300 forintosat. Jaj. Megtalálted az elveszett törpök jelét valahol? Voltak épp igen, egy bánya bejáratra bukkantam. Tényleg? Biztos vagy benne? A saját szememmel kell lássam. Veled tartok, és így én is feltek rá egy pillantást. Hadd szedjem össze a cokmókomat, és már mehetünk is. Rendben, menjünk. Komolyan. Nem, inkább nélküled mennék be oda. Ó, én egyedül nem lennék képes eljutni a bányához. Itt leszek, ha meggondoltad magad. A párt fogjuk elbocsájtani. Na gyere! Have you seen any signs of the lost? Really? Végre, módobban áll nyakon csípni azokat a lesipuskes bányászokat, akkor lássuk végül, ki fizeti meg a révészt. Az Ultimate 4002, a sima 3000. Ó, oh, köszi. Amúgy én pár éve egy vírusírtó előfizetésre jártam, hogy vírusírtó pár éve. Azt hittem vírusírtót az emberek már nem használnak 2010 óta. A vírusírtók napjainkban biztos olyanok lehetnek, mint az ilyen cleaner szoftverek. Nem teszem a memóriádat, meg a cache-eket, meg ilyenek. By Miss Trumbox. Look at this, by Miss Trumbox. Az erszényemre, ezt nézd! Ez a szimbólum a titkos több rejtek helyet jelöli. Tudom, hogy miként nyílik. Lássuk, mi van benne. Persze, rajta. Én valamilyen 2000... hát ilyen 2010 eleje, amikor vírusírtót használtam utoljára az esetet, és azt tetszett benne amúgy nagyon nekem, ami egyébként valószínűleg most is tetszene, hogy ugye meg tudom mondani, hogy melyik program mit csinálat, de amúgy ilyet alapból a Windows is tud. Nyilván nem úgy, ahogy az eset tudta, de hogy meg tudom mondani egy... Tehát, hogyha egy program akar kapcsolatot kezdeményezni az internet, akkor meg tudom mondani neki, hogy nem, vagy igen. Én az esetet szerettem használni. Valkesz. Most meg már nem használok semmit. Vidi jelent az elhagyatott bánya, az fedez fel a titkos rejteket. A szipormélység bánya gazdagsága. A
tanácsnapi ló alapján tisztán látható, hogy az elhagyatott bánya bejárata egykor a sziponmélység bányába vezetett. A bányászok rejtélye odalent bújik meg. Módot kell találnod a bejutásra, a további információkra akarsz szert tenni. Nálunk a Kaspersky volt a kötelező használni. Kötelező? Mármint, hogy ezt hogy értem? Céges gépen? Vagy most ezt hogy érted, hogy kötelező? Ja, a céges gépen. Céges gépen nálunk Symantec-et használtak. Ez egy törp kézírással írt napló. A bányából kinyert kincset sorolja fel hosszan. Ezt átlapozva egy Csanedi klán néven akad meg a nevén akad meg a szemed. Nyilvánvalóan Jaren egyik rokona vezette a bányabeli fejtő csapatot. Berin, sziporkajuk Berin, Boltívra Kottár és Lorm ezüst patak Kovács, kőcsatorna Dod. És itt hogy mentek tovább? Tehát, hogy így nincs itt semmi ajtó. Biztos amúgy itt mentek itt balra. Csak az beomlott. Amúgy valószínűleg az volt, hogy itt balra mentek. Jó, és akkor most hogyan tovább? Juss be valahogy a szipor mélység bányába. Na várjál, itt kell bejutni? Ez... hát okosabbak leszünk? Nem. Tehát meg kell találnunk a módot a bejutásra. Jó, én itt nem látok semmit. Semmivel se tudunk itt interaktálni. Ott sem. Nekem ez így gyanús. Szerintetek hogy lehet itt tovább menni? Ilyen címert érintettünk meg. Na nézzük, mit mond az internet. Oké, tehát azt mondják amúgy, hogy most megnéztem. Tehát találj módot a bányába való bejutásra. Azt majd, ha minden igaz, Act 3-on tudjuk megcsinálni, vagy legalábbis a Part 3-on tudjuk megcsinálni. Úgyhogy egyelőre okos ez a küldi. Jóren, azt nézzétek amúgy, milyen van. Megosztja a tapasztalatot az ütés és a természet között. Ja, akkor ő ilyen hibrid. Igen, igen. Ő ugye ilyen kőököl. És a kőökölösöknek ilyenje van például, hogy a természet és a kövek erejét vezeti, egy kőököl ütés támadásánél a földrengést okoz. Földrengés aura, gravitációs kő, kőforma, életerő regeneráció, öntudat visszanyerés.
Wow. És itt már bejöttek ilyen plusz statok is, amik ugye már csak egy pontot lehet költeni ezekre, tehát ilyen plusz erősítés. Na, elküldjük. Elküldjük az arcot. De megmutatom nektek azért, hogy hogy néz ki a kis törp. Hogy csillog már amúgy a sapkája? De jó. Wow. Nem is rossz. Mit érnek rá? 40 szintű védelmező. Akkor ilyen paladin. Volt a PC gurune vírusos. Any luck finding the reagents for my special? Ja, nem ide akartam. Volt a PC gurune vírusos CD. Well, I can't say I'm glad to see you, though you're... Na, tárt a nagy bágus szeretném. It's good to be back with you again. Durva. Na, mehetünk tovább. Eliza, recept és a kutatás. Rosszra nyomtunk rá. A chipet meg a PC-ből, de nagyon szerettem olvasni. Manguár. Hát nekem már sajnos nincsenek meg a régi újságok. Békjozott ember kínzó. Nagyon komoly, hogy milyen sebzésünk van. Kíváncsi vagyok, hogy ezekbe a barlangokba is például mikor fogunk tudni majd bemenni. Hűrészes nyílhegy. Jó sok ilyen reagáns találunk. Hát érezhető, hogy itt most már erre építettek. No one is permitted. Senki se lépett át ezen a ponton, szériai igazgatónő vagy a királyi őrszemély engedélye nélkül. Grady-nél! Sajnálom, de a jelszó helytelen. No one is permitted. Akkor azt mondom, hogy nyisd ki azonnal, vagy leütlek. Sajnálom, de ilyen szó helytelen. No one is permitted. Nyisd ki. Sehogy nem nyitják. No one is permitted. Kösz. Kösz. Hát ide is majd vissza kell jönnünk. Ezek honnan jöttek?
Ez egy ambus volt, ahogy látom. Az elátkozott dombság északi rész. Hogy lerepült a fejük? Igen, oda se tudunk átmenni. Hát itt nem hagy nagyon minket bolyongani a játék. Megyünk egyenesen, az szevasz. Nekem playboyaim sose voltak. GameStar is, meg Chip is, meg PC World is csak azért, mert jár hozzánk a teleház miatt. Ezek mi történt? Ó, ezek az szökkenő terákok voltak. Na mi kell még? Békjózott haku és békjózott hiéna. Jobb a vicceket szerettem. Én a hangotárba szerettem. Nagyon fura, hogy immunisak lesznek ezek az ellenfelek, tehát hogy így nem tudjuk őket csapkodni. Jó vásárlást, vakász. Harcolt a báb. Ez a robbantás nem biztos, hogy a legjobb ötletem volt. A kamikázékre rárobbantottunk. És a sebzésünk nem tudnak velünk mit csinálni. Hú, milyen izé varázslatokat nyomnak azért, az nem semmi. Fagyos éjszak palástja recept. Hülyeségek. Nyugodtan, Neutron Stern. Én nekem nem is olvastam, meg nem is volt ilyenem sosem. Meg nem is beszélgettem ilyenekről osztálytársakkal annól. Békjózott ember sírató. Óha. Ennek már komoly sebzése van. Aha. Jó, még van nálunk hely. Negyvenetes szint, ez nem változott. Szia, Lider D.
Igen, a tűzvarázsait nagyon kapja, hát neki nem nagyon vannak ellenállásai. Sajnos ő az, aki a legkésőbb érkezett a csapatba, így nem nagyon vannak jó cuccai. Hát persze. Kamikáze mobok. Kamikáze mobok, illetve immunizsáváló mobok. Micsoda ötlet. Mit ki nem találtak. Na hát, akkor nyomtam el a képességet, amikor nem volt itt senki. Hagy talizmán. És akkor ott van még egy láda. Ott van a gardénia levél, az is kell. Aha, ez már a kiegészítő, és az a viccesebb a kiegészítőben, hogy egyrészt átlövünk azon a sziklán, másrészt képzeljétek el, hogy ezt a kiegészítőt, ezt anno úgy hívták magyarul az expansiont, hogy küldetéslemez. Így van, a simát azt így, hát kimaxoltuk. Minden édeket nem gyűjtöttünk be, de amúgy kimaxoltuk, meg talán amúgy könyvekből is maradt egy-két hátra. De én úgy érzem, hogy az előző végig, mert hogy az alapjáték végigjátszás olyan volt, amit így már nem kell többé megismételnünk. Ez most olyan végigjátszás, hogy örökre végig játszok a játékot. Ja, meg ugye ez nem is DLC volt. Meg hát a DLC akkoriban más jelentett. Mizuny szféra karcoló, szia! Jobból ást ide, Adim. Tudod, hol találkoztam ezzel a paralízis szóval legutóbb? Tudom, írtad pár napja is, de nekem ez a paralízis az egykori Larkinorból ismerős. Az megvan valamelyik őtöknek, srácok? Nagyon szerettem azzal játszani. Hosszú volt a reggeli meeting. Ó, oh. És hasznos volt legalább? Mérsékelt a hasznos, aha. Szemét kamikáze mobok. Na, Szopidis hátizsákja tele van. Na, akkor ezek szerint senki nem ismerte közületek a Larkinort. De fura.
Ezen is működik a grafmod? Igen, mert én már ezzel kezdtem úgymond a játékot, tehát hogy úgy képzeld el ezt a Dungeon Siege 2 Broken World-ot, hogy ez már így beépült az alapjátékba is, mint a Diablo 2-nél a Lords of Destruction. Ugye, amikor a Diablo 2-t elkezdted játszani, és még nem volt Lords of the Destruction, ez egy más játék volt. Amikor már kijött a Lords of the Destruction, akkor is tudtál az elejéről játszani, az első mapokat tudtad játszani, csak akkor már ugye az már egy patch-el Diablo 2 volt, ugye a loddal. És én is ugye már a Broken World-el játszok, amióta nyomom a végigjátszást, csak az első mapon kezdtem. De hogy a feature-ök, a változtatások, a plusz extrák, azok már az alapjáték végigjátszás alatt is bent voltak, már mint a Broken World-os extrák. Szóval igazából nem kellett semmit se csinálnom, hogy szépen nézzen ki ez a játék, mert hogy már ugye szép volt, csak mapot kellett váltanom. Hát én nem is értettem annól a Larkinort, hogy mi az, hogy paradízis. Csak ott voltak valamilyen paradízis, azt amúgy nem is emlékszem rá annyira. Azt sem tudom, hogy futnak-e még a Larkinoros szerverek. Nincs itt Neutron Stand. Elátkozó dombság dél. Azt nézem, hogy lassan találkozni fogunk Kandreddel, Burke tesójával. Vagy legalábbis valami mindjárt történni fog. Ott van Kandred a Lator mágus. Ezt mondja. De ha nem hiszitek el, meghallgatjuk. Ja, a végét azt nem így mondtam. Kandred, ha kedves az életed, akkor lép vissza. Azt mondjuk neki, hogy Kandred, mesélned kell a mágusról, aki oktatott téged. Az aurában nem érdemes benne állni. Jó, piros lázer is van itt. Jézus. Au. Ne. Jó, most már jók leszünk. Ott is van. Igen, most egy nagyon olcsó a játék kuncsia, csak ugye a Broken World-ot már nem lehet megvenni, hogy azt sajnos online nem árulják, de amúgy a Dungeons is kettő most nagyon olcsó. Ez egy triád ügy, nem látunk szívesen. Menj vissza az előőrse. What did
did you do to make the dryads hate you? Mit tettél, hogy ezúttal gyűlölnek a dryádok? Kérdezi Finala. Fogalmam sincs, azt hiszem, szeretnek dühösek lenni. Talán igazad van. Mindenképp megölték volna Kanredet. Azt gondolom, meg akarták köszönni, hogy megkímélted őket a kellemetlenségtől. Igen, biztos, hogy ez történt. Nem hiszem, hogy Kanredön szentából támadott meg minket. Valami vagy valaki megváltoztathatta. Valahogy úgy lehet, egyetértek. Mit tettek a nővéreid? Úgy tűnik, áttették Kanred testének mágikus energiáját a saját testükbe. Ez olyas valami, aminek a lehetőségét sose hittem volna. De sokáig voltam távol, nem tudom már, hogy mit is higgyek. Abban biztos vagyok, hogy nekem nem mondták el, miként csinálták. A nővéreim nem bíznak már meg bennem. Mert velem vagy? Sajnálom, Tár. Yes. Igen, most a kettőnk dolga túlságosan fontos a számomra ahhoz, hogy ez csak úgy megállítson. Remélhetőleg a nővérem majd megbocsájtanak, mikor legyőzzük a felettes mágust. Én is remélem. Jó, ez nem hangzik jól. Riderdi. Szia, Willy! Ritka látnoki páncél. Egyik teleport sem használható. És itt? Fura, hogy így blokkolták le azt, hogy ne lehessen onnan kiteleportálni. Burke adta ezt a régi botot a testvérének, Kanrednek, 20 évvel ezelőtt, amikor varázslóvá lett. A sok évnyi használat ellenére egészen mostanáig jó állapotban maradt. Amikor Kanred megnyitotta az elméjét a sötét varázsló előtt, mind ő, mind a botja olyan hatalmas erejű mágiával lett terhelve, amit egyikőjük sem volt képes elviselni. Kanred agyatlan szolgává, még a bot törékenyé és megviselté vált. Amikor Burke magához ragadta, hogy megakadályozza Kanredet a dryád előrs elleni támadásban, a bot elpattant. A történetek ellenére Kanred mindaddig használta ezt a töredéket, míg a kezed által el nem hunyt. Előbb találtad meg Kanredet, mint a dryádok, de úgy tűnik valami rettenetes történt vele, és nem tudsz mit tenni. Kanred tisztán láthatóan megőrült és megtámad téged, emiatt kénytelen vagy védekezni. Jana és az osztag el akar bánni Kanreddel, és nem túl boldogak, hogy belekeveredtél a dologba. Jana azt tanácsolja neked, hogy azonnal tér vissza az előrshöz. Vissza kell tenned Burkehöz a szomorú hírrel, hogy a testvére meghalt. Mondhatni minden okés, Willy. Képzeld, tennap már majdnem a World of Tanks perget. De ez a hajós változat volt a World of Warships. Nagyon élveztem, és eszembe jutott, hogy mennyire szeretem a World of Tanks-t. Oho, ott egy könyv most látom. Did you find Kanred? Megtaláltad Kanredet? Tudtál rajta segíteni? Próbáltam beszélni velem. Kénytelen voltam megölni őt. Elejtette a botján a darabját, itt van. Akad még valami, amit meg kell tennem. Na nézzük, szerintem nekem a második tetszik a legjobban. Próbáltam beszélni vele, de nem volt menthető. Sajnálom, itt van a botjának maradéka. Ó, tudom, hogy megtetted, amit tudtál. Mégis... Én azt kívánom... Az az átkozott oktató, tudtam, hogy valami baj van vele, már az első pillanattól, és ha belegondolok, hogy hagytuk elmenni, ismét! Miközben el voltál, az a nagymester mágus idejött. Ugyanaz, aki Kanredet oktatta. Volt mersze megkérdezni, hogy van-e olyan mágus közöttünk, aki tanulni szeretne. Elüldöztük. Úgy hangzik, mintha az a tudós lenne, akit ismertem, merre ment? Igen, nem olyan tudós típusnak látszott, olyas valakinek tűnt, akiben meg lehet bízni. Szeretném, ha az a nagymester mágus felelne azért, ami Kanreddel tett.
valahogy át tudott menni azon a barlangbejáraton, amit Conrad lepecsételt. Csinált valamit a botjával, és már is át tudott menni rajta. Talán Conrad botja is ugyanígy működik? Tessék, rakd össze a darabjait. Próbáld ki majd a barlangnál. Megpróbálhatom? Hol van a barlang? Az elátkozott dobság északi végénél levő Driát híd közelében. Conrad botja elég kell legyen hozzá. Ne próbálj mást elpusztítani vele. Csak érints meg vele a mágikus zárat, és nézd meg, mi történik. A sötét varázsló valóban a közelben van, talán maradnunk kellene és védelmezni az előörsöt. Sok ártatlan él itt. Ezek a driádok úgy néz ki, tudnak vigyázni magukra. Emellett, ha a sötét varázsló el akarta volna pusztítani az előörsöt, már megtette volna. Igazad van. Csak nem vagyok biztos abban, hogy készen állok a találkozásra. Mi van, ha megint elmenekül? Akkor addig üldözzük, míg sehová se tud majd futni. A mágus oktatója. Amikor visszatértél Burkhöz, megtudtad, hogy a nagymester mágus, aki Conradet oktatta, ott járt. Azt gondolván, hogy talán áruhában ő lehetett a sötét varázsló, rögvest utána vetetted magadat. Neked udalmas volt a World of Warships? Nekem tetszett, de nem vagyok az a nagy hajó imádó, inkább betankozok, az jobban adta, Billy. Szia Turin! Üdv mindenkinek, szép jó reggel, srácok! Conrad botja. Ez a bot Conrad-i a mágusé volt, míg kénytelen nem voltál megölni őt. Miután visszavitted a törött botot Conrad testvérének Burke-nek, valahogy megjavította azt. Ugyanakkor még mindig nagyon törékeny és újfant eltörhet, ha ismételten erőszakosan bánnak vele. Burke azt gyanítja, hogy ez a törött bot még így is képes a Conrad által az előörs körüli barlangok bejáratainak idézett lezáró varázslatok feloldására. Soma ismerősöm évek óta sandbox játékokra játszik, nekem az uncs egy idő után. Éva naplója. Ugye vele játszhatnánk, hogyha ő is szinteződne velünk, de nem szinteződött velünk, úgyhogy nem évázunk. Egy bőrborítású könyv, mely a fedelén a Winterstone címert viseli. A benne olvasható kézirat precíz és sarkalatos. Ezen könyvi íróját, mint Evangeline hercegnő Rowena Winterstone királynő lánya, az Északvidék királyságának utolsó uralkodója, említi a könyv. Az utolsó szót úgy látszik, utólag vigyeztették oda. Éva nyilvánvalóan naplót vezetett utazásai során, s az egészet a halál védelmezőért. A Marlóba tett útjával kezdi. Valdis halála után azt jegyezte le, hogy Vix társaságába visszautazott az északi vidékre, de nem azt várta, amit remélt. A királyság elbukott és a népem szétszélett. Nem maradt más számomra, mint az ott maradtak vezetése. De hogy hová? Nem tudom. Sok ős halt meg erődeink védelmébe, Valdis nagybácsikám ellenébe, és pusztító terve még halála után is sikerrel járt, mielőtt meghalt. Eltörte az átkozott kardot, és így szabadon engedte hatalmas erejét, ami lerombolta Arannát. A hosszú küzdelem kimerítette mindazt a kevés erőforrást, ami a királyságban elszórtan még megmaradt, és a második kataklizma, amit részben magam idéztem elő, volt az utolsó csapás. Valóban nem volt más módja a legyőzésének? Bolond herceg, miért törted el azt a kardot? Néhányan épp hogy megmaradt erődben akadtak túlélők. Szóval a túlélők maradtak Ez mindegy, biztos értitek, hogy mire gondol itt a költő, csak fura fogalmazás. Akik királynő, törvény és kereskedelme nélkül egyedül az életben maradásban bízhatnak. Szívünk minden reményét az emberiség korának eljövetelébe fektettük, de ez most már biztos, hogy sohasem jön el. A Vampire Survive, ez ne is mond Neutron Star, mert várom, hogy jöjjön hozzá content.
Reméltem, hogy el tudom vezetni az életben maradottakat a délkeleti sivatagban levő emberi településekre, de olyan pletykák jutottak a fülünkbe, miszerint mindet lerombolták. Vix javaslatára délnek fordultunk, remélve, hogy elérjük a szélkőerőt helyőrséget, de az ősi utak egy időtájt még inkább álnokok, teljesen járhatatlanok voltak. Az út során menekültek egy másik csoportjával találkoztunk, a Tireni Burke vezetésével. Azt mondta nekünk, hogy létezik egy előörs a délnyugati határunkon, amit a driádok építettek. Megpróbálunk eljutni oda, persze nem tudjuk, milyen fogadtatásra számíthatunk. A múltban a driádok barátságosak voltak velünk, de a nehéz idők gyakran még a szövetségeseket is ellenséggé formálják. Hoppácska. Nem szinteszted Évát, így az írási képessége is ilyen voltak. Tegnap láttam, hogy már a mobilos Vampire Survivors-hoz is van a DLC. Jaja. Jaja, már mobilra is elérhető. Igen, igen. Vagy 500, nem tudom. Azt láttam, hogy van, de azt nem néztem, hogy mennyi. Hogy mennyi az annyi. Ja, szóval várom már, hogy jöjjön content a Vampire Survivors-hoz. De mióta megjelent a játék azóta. Nem nagyon történik semmi. Mármint, hogy így a játékkal kapcsolatban. Az nem vitás, ugye beszéltünk róla, hogy azon dolgoznak, hogy ugye új motor alá rakják a játékot, hogy jobban bírja a sok effektet, meg ilyenek. Szóval képzeljétek, hogy amúgy az új motor már megvan, már lehet amúgy tesztelni, hogyha minden igaz, de hát nem sikerült olyan jól, mint ahogy azt tervezték, nyilván még finomítják, és akkor tuti lesz a dolog. De a cél most náluk ugye az új motor aláhelyezése a játéknak. Igen, az új motor az egy nagyon nagy falat, úgyhogy értető, hogy miért nem jönnek patchek, csak hát... Ez olyan PUBG-szindróma, hogy bejött egy csomó pénz, és most így nincs semmi. A folyamatos csepegtetése az újdonságoknak szerintem jó dolog, még akkor is, hogyha kis dolgokat hoznak. Igen, igen, hogyha jön valami üdvenség, akkor rögtön pereg a stream, így van. Az a mangásszal is ez lett? Szegény a mangász. 499 a DLC. Köszi, Zotya. Ez már a Source 2? Igen, ez már az. Ez már az, Rizsi. De azt nem is lehet játszani, bár láttam, hogy már bizonyos oldalak megírták, hogy Úristen! Hamarabb jött, mit gondolnád? Már játszható a Chigo 2. De hát nem is játszható. Lehet játszani, limitált ezt, persze. Igen. Csak erre azt mondani, hogy hamarabb jött, mint gondolnád, az eléggé durva feltétés. Ez olyan dolog, mint a... ingyen föl lehet iratkozni a csatornákra Twitch-en, csak elő kell fizetned a Twitch Prime-ra, és azzal ahhoz jár ingyen feliratkozás, érted? Tehát, hogy így... Igen, igen, a Game Pass-ben ingyen van a játék. Ott ingyen van, csak azt meg kell venned, ugye?
meg ki is kerülhet bármikor. Mint a Darkest Dungeon. Ja, igen, jött valami új játékmód az Among Us-hoz, arról hallottam. Azt a izén jelentették be. Vagy legalábbis, hogy jön. A Game Awards-on. Nem? Valami rémlik nekem. Én is a, mondjuk nem, én nem a Cségóval játszottam a legkevesebbet, én a CZ-vel, Condition Zero-val. Ahogy végig húzod a kezed ezen a régi könyvön, por felül száll fel róla. A rongyos borítója meleg, és az érintése majdnem olyan, mintha valami élő lenne az ujjaid alatt. Ismeretlen írás van rávésve. Én már láttam olyan tödeket, hogy ezt miért adják ki megint. Hát azt olvastam én is, hogy akinek megvan a Cségó, annak ingyenes lesz. De ez olyannak tűnik nekem, mint az Overwatch 2. Hogy így gyakorlatilag egy nagyobb frissítés, nem? Felveszed a könyvet. Ősi könyv. Ezt az öreg kötetet egy szeles ballammal fedezted fel a Driád erőrs közelében levő dombságon. Rossz állapotban van, de a lapjai még mindig olvashatók a szavak. Sajnos számodra ismeretlen nyelven írottak. Egy halvány erőaura veszi körbe, és borítója kellemesen meleget áraszt, amint megérinted. Ősi könyv. Hoppá. Ezt a régi könyvet egy sötét... Igen. Egykor egy mágus élhetett. Nyilvánvalóan szebb napokat is látott már, de a legtöbb szót még most is ki tudod venni a borítóján. Talán az előrsön az egyik mágust érdekelheti a dolog. Ó, igen! Köszi, Rizsing. Persze, hát igen. Igen. Hát azért, itt a Cségó 2-es frissítésnél azért vannak látható változtatások, bár aki szerintem 1000 éve látott Cségót, nem tudja, hogy milyen újdonságok jönnek, és megnézi, hogy milyen ez a Cségó 2, az azt fogja mondani, de hát ez ugyanolyan, mint az előző. Kíváncsi leszek majd, hogy ez a tick rate rendszer változtatás, ezekkel a sub tickekkel, ez így milyen lesz majd. Mert hogyha ez a dolog be fog válni, és nem lesz az, mint a legtöbb online lövöldébe, ami van, hogy így felátsz A dolgot, másik meg B dolgot, a harmadik ember meg C dolgot, ez nagyon béna. Akkor majd máshol adják le egyébként a multi játékok azt, amit a Cségó megcsinál.
Ja, hát ez a füst fizika az, az brutális amúgy. De ezzel majd olyan playek lesznek amúgy. Tuti. Ja, hát persze nekik már ugye valószínűleg, ne, tehát hogy azért se hiszem, hogy most így plusz pénzt kérnének érte, mert hogy így miért kérnének érte, amikor ez csak egy pár euró amúgy is a játék. Ja, hát mindenféleképpen meg lesen majd Neutron Star. Én szeretek kóba játszani, legalábbis szerettem a mod. Szaporodó fut le, vagy mi? Hát igen. Ahogy halad előre a korba az ember, annál nehezebb összeegyeztetni a dolgokat a többiekkel. Úgyhogy, hát ez ismerős. Hello, Pop, tesódra rádobod a ragadós plazmagránátot. De abban ő nem hal meg, hanem csak megöl mindenkit, nem? Valaki követ minket. Ne szívas már, itt is ilyen driád izé van. No one is permitted past this. I'm sorry. Amúgy rémlik, volt barányt egy tűzbele, csak mert legendary nyomtuk. Aha. Ilyen kemények voltatok szőre tarcolom? Cuki, hogyha kiabál a lányod? Érdekes liderni. Na hát ide is bejöttünk, de úgy néz ki, hogy nem erre kell menni. Én csak így Reinhardt tudok multizni, máshogy már nem. Aha, Valorant is akkor úgy megy. Remélem sárkányos skin van mindenedre, szféra karcolom, mert egyébként nem lehetünk barátok.
Szia, Meanik. Betebe szoktam megvenni, én szkineket külön nem mert drága. Aha. Miért ez a sárkányos skin az drága dolog? Felnapja az áramkábelt rántottam ki a gépből, úgy felbasszantott. Szegény gép! Sárkányos skin csak akkor lehetett megvenni, amikor volt, de ilyen 30 ezer sárakra gondolj. Aha. Akkor az már nincs is, de durva. Hogy már nem is lehet megvenni. Ugye a híd előtt vagy utáni barlangról beszéltek, úgyhogy ahhoz fogunk most éppen menni. Aha, látom. nem baj, hogy ezeket a barlangokat átnézzük, mert amúgy is át kell. Mindig csak az adott bundle tudod megvenni, ami éppen van, és az epizód vége... És az epizód vége vele van egy Night Market, ahol a régi dolgokat random megvehetsz, azt mindenki kisorsolja. Vehet meg, ott meg beért a szerencsétlen. Az király amúgy, ez a Black Market a WoW-ban is amúgy tök jó. Ha itt nem tudunk bemenni. Találd meg és nézz szembe Kandred oktatójával. Igen, remélhetőleg, azt írják, remélhetőleg még a közelbe tartózkodik a mágus. Jelecsó. Az ilyen szunk lövi a földet, azt nem szeretem. Ezek az immunum szörnyek. Van-e itt valami, amit még szét lehetne szedni? Legendás furkós bot, azt egy kék item. Akkor mégsem annyira legendás az. Wow, hogy néz ki. Megfojtó látnoki páncél. Na jó, itt megyetne utra.
hogy oda tolt egyet. Hú, de nagy kár basszus, hogy ilyen recepteket kapunk. Nem olyan hasznos. Vagy a harapás recept. Topatlan több legendary itemet, vagy valami hasonló. Tegnap a cica felrúgta a hangfalat, nálatok nem szokott a cica rombolni? Hát a rombolna, hogyha megtehetné. Nagyon kevés az az alkalom, amikor egyedül van úgy itthon, hogy hosszabb időre. Rosszabb időt tart egyedül. Amikor meg itthon vagyunk, vagy egy valaki itthon van, akkor nem nagyon szokott rosszalkodni, már mint egy ilyen nagyon rossz dolgokat csinálni. Hogy itt kivel harcolnak. Aztán hogy sikerült felrúgni a hangfalat? Ugrat a tetejéről, de oldalra is úgy instabil az alátámasztás. Áó! Na hát most már akkor megtapasztalta, hogyha még egyszer ilyet csinál, akkor bizony ilyenek történhetnek. Morden vír helyett ezek Morden sínek. És ezek is ilyen robbanó enemik. Mekkora? Ezek is ilyen kamikáze enemik, de fura. Nálunk Karácska nem is nagyon mehet fel a kánóba. Az ágyra mehet, a kis játszó bútorára. Meg hogyha itt ülök, akkor a székem karfájára, de ennyi. Én azt csináltam, hogy ugye nem menjen fel oda, ahova nem lehet. Ugye például, amikor nem ülök a székembe, meg nem használom a gépet, akkor így le van terítve ilyen kukás zsákkal az asztal is, meg a szék is. És akkor ezt úgy nem háborgatja, illetve rászólok, hogyha meglátom, hogy valahova fel akar menni. És akkor így megtanultam, hogy az nem lehet, az rossz dolog. Persze
ez nem zavarja őt akkor, hogyha nem vagyunk itthon, mert akkor mindent csinál, amit egyébként nem. Szia Zodiac, Mizu is. Hey! You're the one that chased him. Jorena a figyelő. Hé, te vagy az, aki levadászta Valdiszt, igaz? Nem kellene itt lenned, de mivel már itt vagy, segíthetnél nekem? Láttál bármilyen furcsa teremtést a közelben? Sok furcsa lényt láttam, tudnál pontosabban is fogalmazni? Egy szörnyű állatot keresek, vöröses sörénnyel és átható szemekkel. Egy nagy daranőtt hiénához hasonlatos, de annál fürgébb és halálosabb. Azt mondja, ő Greylock a kurgán. A morgása süketítő és a szaga borzasztó, mintha rothadó húsénak. De azt mondja, társai csábítónak tartják az illatát. Mi? Kurgán nem beszél. Le kellene pihenned, bizonyára megálltott a napsütés. Komolyan beszélek, az az átkozatán a telepatikus. Federítette az előörsöt és felkészült, hogy idehozza a falkáját. Azt mondja, ideális áldozatok vagyunk a kölykei számára. Kérlek, segítened kell nekem. Nem tudom, hogy mit tegyek. Ezt egyedül nem tudom elintézni. Hetek óta gúnyol engem, miközben a barlangjátása. Nem tudtam elég közel jutni hozzá, hogy lenyilazzam, és a morgása még mindig a fejemben döbörög. Kérlek, ha megölnéd, a bőrével díszítenék néhány fegyvert a számodra. Persze! Normális körülmények között nem tudsz a közelébe jutni, csak azt tudom gondolni, hogy meg kellene próbálnod kicsalogatni az odójából. Próbáld kihozni a nyílt terepre. Ott legalábbis nem lesz képes csapdába csalni téged. Tessék, fogd ezt a húst! Mindig éhes! Az odója messze keletre van innen a kanyon északi oldalán. Megteszem, amit tudok. Na, hogyhogy nem mászt el a Twitch-ra, Zodiac? Mi történt? Nincs valami gond. Jorena őr adta neked ezt az avas húst, hogy csaliként használd Greylock a kurgán elfogásához. Miközben a hússzaga a te gyomrodat felforgatja, remélet, hogy Greylock ugyanakkor csábító falatnak tekinti majd. Jorena egy driádőr, a Kálvari pusztaságban állomásozik. Egy különös szörnyeteget próbált elkapni, ami a környéket barangolja. Környéken barangol. Egy nagy farkasszerű állatot látott, megesküszik, hogy beszélt hozzá és gúnyolta, és azt állította, hogy a neve Greylock, a kurgán. Hamarosan visszatér a falkájához és ide vezeti őket. Azt mondta, hogy a driádok könnyen elejthetők és finom falatok lesznek a kölykei számára. Jorenát értetően felkavarta a helyzet és reméli, hogy segítesz neki. Persze. A Mordenek széthullása. Egy fűbe kötött könyv, amit egy Sari nevű driád írt. A Mordenek történetét írja le, a nagy részét már ismered, de az utolsó néhány oldal érdekes részleteket tartalmaz. Miközben majdnem minden istentelen Morden horda elmenekült a második kataklizmát követő évben, akad még néhány, ami mocsokul maradt. A kevés itt maradó a Kelvár sivatagban lézeng. A fenderítő küldetésem során két elkülönítető csoportot figyeltem meg a területen, amiből következik a magyarázat, hogy hol vannak, mik is ők és hogy miként lehet tőlük megszabadulni. Az első csoport pusztítóknak nevezi magát. Először is mindennél fontosabb, hogy nem mutatja a rothadó betegség jegyeit, ami segített a Mordeneket a kialás útjára taszítani. Nem tudom, hogy miként küzdötték le a betegséget, mégis van valami, ami mindegyikben közös. A bőrük sápadt, fehér színű, és nagy pecsét nyoma látható a mellkasuk közepén. A pusztítók megfigyelése során tanulja voltam a következő esetnek. Három teremtés közülük három napon keresztül vándorolt a kietlen földeken, látszólag étel és ital nélkül. Amikor egyikük hátra maradt, két társa anélkül, hogy megállt volna, megfordult és meggyilkolta a csellengőt. Nem tudom leírni brutális vérszomjuk mélységét. Legyen elég annyi, hogy szinte szó szerint korábbi bajtársuk vérébe fürödtek és sokkal nagyobb kegyetlenséget mutattak, mint amit eddig valaha láttam. A másik csoporta menekültek. Még inkább megzavart, mint az első. Csak mert a viselkedésük olyannyira nem jellemző, hogy szinte nyugtalanít. A sivatagba gyűjtögető nyomorultak nem hasonlítottak a Mordenekre, akiket korábban ismertem. Szinte élő hullának látszottak, gennyes csontjaikból mállott a hús és szafatokba lógott a bőr. Már megpillantásuk előtt éreztem a bűzüket. A puszítók úgy látszik örömmel zaklatják őket rothadó hússzapatok
rotadó húszafatokat tépnek le róluk fegyvereikkel. Sose gondoltam, hogy valahogy is részvétet fogok érezni egy Morden iránt. Nem csak a fizikai megjelenésük miatt céltudatlanul mozognak. A tekintetük üres. Halott. Az őrjöngés, ami korábban a legfélelmetesebb lényét tette a Mordeneket, arra a szerte eltűnt, és szikrányi jelen nem látható ezekben a csenevészekben. Az előrsbeli menekültekhez hasonlítanak, az emberek elkeseredett reményvel kapaszkodása nélkül. Ezeket a Mordeneket minden szinten legyőzték, és többé nem jelentenek kihívást senki számára. Mégse lankagyék védelmetek sem a Morden pusztítottukkal, sem a menekültekkel szemben. Kétségbe esett teremtések, ami ha lehet, még veszélyesebb ítelti őket, mint voltak annak előtt. Húha, nagyon akadoztunk. És burka. Nézzük meg ezt az irányt. Szerintem ezzel letérünk az útra, de nem baj. Gigantikus bürkem. Nem basszus. Persze gyitenek a kis bürkét is. Na hát most már a tölgyfágat sehogy nem tudjuk felvenni. Úgyhogy most tényleg úgy kell lebekkelnem a faluban, hogy most jönnek az eladások. Since I've made armor for someone before. Na, meg kell jegyeznünk, hogy mi az, ami kell. Hamulevél, zsája, akármi. Do you think that if I improve... Hamulevél. Hoppá, micsoda kard. Biztos kifogják majd az új halakat, vagy nem tudják majd idődni. Sérülés manává alakul. Ó,
azt mondjuk, nem biztos, hogy el akartam vonalni. Mondjuk az oroszlán sörei nem tudom. Hűsi agallán tábla. Ha ez a levél is kell, jól emlékeztem. Mi ez, ami kell? Még hamulevél, gardénia levél és zsája, lini, akármi. Jajó, keressük. És ha már visszajöttünk, akkor vigyük el ezt az ősi könyvet. Van teteje az akváriumnak? Na, az akkor talán megvédi a cicákoktól. Az biztos, hogy ez cica tévé lesz, az biztos. Any luck finding the reagents for my special rest? I see your eyes have remained sharp. Now that you've found all three reagents, most, megtaláltam mind a három réges, kipróbálhatod a különleges receptet. I'll even give you the ring it requires. Here, all recipes are stored minden recept a naplóba kerül feljegyzésre. Ne feledd, ha megfelelő tárgyat a megfelelő régenssel bűbájod, az ő tárgy sokkal erősebb lesz. Zsája lini mentum. I think you'll like the results. Mégis, na várjál. Ez? De meg kéne nézni, hogy hogy kell. Aha. Hát akkor jól gondoltam, srácok. Na, nézzétek csak. Fogjuk a gyűrűt. Oda tesszük. Oda tesszük és oda tesszük. Csináltunk egy Lumilla hűsítő kötését. Hűzellenállás, életelő regeneráció, HP és páncél. Na, ugye ez menő, csak ez nagyon speckó. De most megcsináltuk Lumilla különleges receptjét. Még egy küldig meg lett. Ja, hát ez az a helyzet, hogy ez a rendszer nagyon nincs jó kidolgozzam, mert most így persze tudnod kell, hogy mi kell a buildedhez, és akkor gyűjtögeted azokat a dolgokat, de hogyha így nem vagy tisztában azzal, hogy melyik item, melyik recept pontosan mit tud, mint ez a kincskereső recept, amulett kell, és akkor olyanokat kell összegyűjteni. Tehát most még ugye hozzá se férünk a storage-unkhoz, szóval így most a valamelyik karakteren gyűjtögessük ezeket a dolgokat, olyan furán van ez kitalálva. Greetings. No. Jó. Ezt a különös régi könyvet találtam, érdekel? Hadd nézzem. Ó, Istenem, ez egy értékes lelet, ez egy varázskönyv a Nymphara megidézéséhez. Vajon egy ezer éves lény még megidézhető? Nymphara
A nymphara az ősi mágikus legendák lénye a csillagbirodalomból. Egy ősi vízi szellem volt, mely a csillagok serlegében élt. A birodalom fővárosát körülölelő nagy fekete tóban. Folytasd! Amikor úgy tűnt, a császár megadja magát egy hirtelen jött betegségnek, a császárnő idézésére megjelent nymphara. Kioltotta a lázát. A birodalom megmenekült és nympharából hős lett. Néhány évvel később azóta sem feledett indokok miatt a teljes 10. légió elpusztította. 10. légiót elpusztította, azóta nem is látták. Azon gondolkodom, vajon megidézhető-e még? Meglehetősen veszélyesnek hangzik. Igazad van, de a magasabb szintű mágiával való munka mindig is veszélyes volt. Egy ilyen szintű ősi mágiával való találkozás lehetősége megéri a kockázatot. Reméljük, hogy a nymphara jó hangulatban van. Én minden esetre készen létbe tartom a fegyverem. Miért akarod megidézni? Nincs nyoma annak, hogy ki vagy miért ölte meg Arisut a krónikást. A nymphara a természet mágiában jártas, ő talán majd segíthet megtalálni Arisu lelkét. Így megismerhetjük gyilkosának személyazonosságát. Először ki kell találnunk, hogy mit kell tennie a megidézéshez. A segítségedre lesz szükségem az összetevők megszerzésében. Rendben, mondd el, mit kell tennem. A könyv azt mondja, adj egy manával átitatott követ, és egy elakadt lelket egy fiolányi áldott vízhez. Keverd össze az egészet egy magányos hanggal, majd csepegtesd a keverékét a múlt mementójára. Amikor a buborékok leüllepednek, szóld az italt a tűzbe, és nymphara meg fog jelenni. El tudom készíteni a varázslatot, ha megtalálod a fiolányi vizet, a manával átitatott követ, az elakadt lelket, a magányos hangot és a múlt mementóját. Ez az egész kísér titokzatosan hangzik. Van ötleted, hogy hol keresem ezeket? A malluba található az elfek áldott vize, így én ott néznék körül. Először, a további összetevővel kapcsolatban ötletem sincs. Nos, megteszem, amit tudok. Manával átitatott kő. Ó, elolvasható a könyv. Ez a könyv nagyon öreg. Az oldalak szélei szétmorzsolódnak az ujjaid alatt. Óvatosan forgatva őket, néhány épp hogy olvasható, ősi ki elfkézírást látsz rajtuk. Köszönhetően a sok órának, amit Bidelia történész oldalán töltöttél, a legtöbb szót ki tudod olvasni és megérted őket. A vízszellemei nem láthatók, ha csak nem hívták őket. Egy ilyen lény hívásához egy mágusénak erős kapcsolatba kell lennie a világa vizeivel. A Rana ismert vízszellemeink kívül egyedül nymphara az, aki biztosan válaszol egy mágus hívására. Amikor mind az öt lépés teljesül, a szellem megmutatkozik és teljesíti idézőjenek egy kívánságát. Azon szellemek, melyek a víz közelébe haltak meg, a víz közelében öltetnek alakot. Ahogy azok a szellemek, amik ittak a lelkek folyójából, a vízszellemek fel tudják fedni víz alatt lévő tárgyak helyeit és véget vethetnek szárazságának. A vízszellemek veszélyes teremtések és kiszámíthatatlanul viselkednek. Az idézőiknek óvatosan kell kiválasztanunk a kívánságokat. Jöhetnek a buffok, nyomjátok. Az árnyékot fura, ami mögöttem van. Korán mozog az árnyék, miközben ölöm a zenemét.
Valószínűleg az, hogy tovább csúszik az árnyékok az enemiknek. Morden menekült, ajaj, ez lesz az a fura tábor. Egy koron erősek voltunk, és kettébe tudtunk vágni egy férfit minden erőlködés nélkül, mostanság pedig még egy kardot se tudunk felemelni. Morden menekült tábor. Te! Hosszú időt eltál! Grelin part elleni dicső satánk óta. Sok minden megváltozott. Mit csináltok itt? Meglep, hogy a driádok nem pusztítottak el benneteket. A sárvérőek egyszer megtámadtak minket. De abba hagyták, miután látták az állapotunkat. Most elkerülnek minket. A kataklizmával kezdődött. Megváltozott valami bennünk, és sokunk eszméletlenül hullott el. Amikor felébredtünk, az elménk ködös volt, mintha még aludtunk volna. A végtagjaink alig mozogtak. Olyanok voltunk, mint régen. De valami rosszra fordult. Milyen furcsa. A mágusaitok nem tudnak meggyógyítani benneteket? A král épp hogy elviselni képes a varázslatot. Napok óta eszméletlen. Mi voltunk aranna a legerősebb faja, de most alig vagyunk többek a férgeknél. Éhezünk és tehetetlenek vagyunk. Egykor a társaságunkba tartoztál, most segíts rajtunk! Meg kellene öljelek benneteket, de úgy tűnik már épp eleget szenvedtetek. Mit akarsz, mit tegyek? Nem mi vagyunk az egyetlen mordanák, akik megmaradtak. A többiek magukat pusztítóknak nevezik. És a lelküket a sötét varázsló, a felettes mágus ügyének áldozták. Olyan hatalmas erőt adott nekik, ami nem csak ellensúlyozni képes a rothadás, de vérszomjal is feltöltötte őket. Gyakran megtámadnak minket, és túl gyengék vagyunk, hogy küzdjünk. Ha nem éheznénk, elég erősek lennénk, hogy megvédjük magunkat. A driádok utazókenyeret készítenek, ami segíthetne rajtunk, de ők nem akarnak segíteni nekünk. El tudnál menni a szállásmesterükhöz és szerezni néhány kenyeret? Megpróbálhatom. Csak előtte rendet rakok. Morden megváltás. A Naughty Dog-osok nagyon jól bánnak a fényekkel. Melyik gémükben? Szia Balog! Mi újság? Last of Us Baha. Megy a menő, de előttem még megyek edzeni. Aha! Na, nyomod, valam. És kitartás persze a melóhoz.
Oké, még egy waypoint. Ha és erre kell menni, úgyhogy másik irány. Nagy ma az, igen. Hát ezeket nem veszik fel, mert sokkal bénább potik, mint amik így nekem vannak. Remélem, hogy most az opcionális útvonalon jövök, és nem azon, amerre egyébként menni kell. Új feladatot kaptál, Morden pusztítók. Szűk völgyen átérhető el. Aha, tehát most a Morden pusztítókat csináljuk. Szóval azt mondják, hogy... A Morden pusztítók nem akarnak meghalni és hagyni, hogy elhalványuljon vérszomjuk. Ezért a felettes mágus újségükért cserébe felajánlotta nekik, hogy teljesíti kívánságukat. A felettes mágus jelképét viselve és az által adott fiolát táborukba őrizve továbbra is erősek maradtak. A fiola mágiája kifehérítette bőrüket, és egykori erejük teljébe emelte őket. Vérszomjuk hatására a közeli vidéken dühöngnek, mindenkit válogatás és cél nélkül leölnek. Azonban az életük voltaképp a fiolától függ. Ha elveszítik az üvegcsényi vért, újfent rothadni kezdenek majd. Ezen felül a Morden menekültek erősen vágynak az üvegcsényi vérre, nem azért, hogy régi vérszomjukat visszakapják, hanem hogy megtudják, miért haldokolnak. Ha meg tudod szerezni nekik a vért, megidézik vele a felettes mágust, és kényszerítik, hogy válaszoljon a kérdéseikre. Ho-ho. Jaj, micsoda robbanás volt. Szia, panka! De kapta! Jócó, wow, nagyon szépen köszönöm, Jócó, a 25 hónap teretlen támogatásodat. Köszi. Regenek, srácok, a szövegek, még azok is tudják fergetni, akik ugye nem feliratkozó. Azt mondja, hogy azon itt a jelkép. És ott egy rinok szarv. Legendás itemeket nem nagyon kapunk, de... Hát ilyen enchantra való cuccokat annál inkább. Jó.
visszavonulás. Igen, az később lesz, hogy itt bizony robbanás lesz. Ben, mi újság? Hát ez gyönyörű volt. Ritka sebesi. Na, kíváncsi leszek majd én is a Necro-ra meg a druidára, hogy milyen lesz benn. Itt minden kukés szerencsére, jújjúj! Hát ez rossz felemen. Ott belül nem tudom milyen buliban, srácok. Barbár. Az miért is jó, hogy nem tudod, de mindent azért, mert támogatja a csapatot azzal, hogy mivel támogatja? A VV Barbie és a VV Barbie, igen. Valakinek ez, valakinek meg a massz jelenti. Egyedülálló védelmező recept. Ezek nagyon bénák voltak. Ki is írtattuk a teljes tábort, vagy én most nem tudom mi van. Ilyen úgy néz ki, hogy ki írtattuk őket. Bejövő sebzés nerf a csapatnak, összehúzza mobokat egy csoportba. Uh-huh. És miért jobb ez, mint mondjuk vinni egy olyan damage-erő karaktert, aki egyébként is összehúzza a mobokat. Nem izé beszólásból kezdem, hanem így majd megértsem. Vedd magadhoz a fenetes mágus férjével teli fiolát.
No. Ezt a fiolányi vért a felettes mágus adta a Morden pusztítóknak. Azt mondta nekik, hogy ez elmulasztja a pusztító járvány hatásait, amit a második kataklizma óta szenvednek. Ugyanakkor Lorxul, a Morden menekült arra használja a vért, hogy szóra bírja a felettes mágust abban a reményben, hogy az majd elmondja, mi is a járvány, s miként gyógyítató igazán. Biztos beválik ez a terv. Ez a sövét csapattag, abból nem profitál, ha például... Ja, értem. Tehát ennyivel kevesebb sebzést kapnak be, hogy ez már megéri, aha. Jó. Z barbár Z nekron. Na, mert mit csinál a nekron? Hol arra a szállásmester? Look, I'm rather busy at the moment with all the warriors needing provisions. What do you want? Egy sétára volna szükségem a kelváriai pusztaságon táborozó Morden menekültek számára. Már megint a Mordenek, a múlt héten az egyik piszkos korcs vette a bátorságot, hogy az előőrs kapujához jöjjön, és utazó kenyérrel tesdekeljen. Egy adag jól célzott nyilat kínáltuk meg. Le kellett volna mindőjüket mészárolnunk, de Ciri attól félt, hogy hogy fertőzőek lehetnek. Azonban akad más módja is, tessék. Vidd ezt a csomagot el nekik, az utazó kenyér meg van mérgezve. Ennek végeznie kell az undok az emberekkel, egyszer s mindenkorra. Értem. Hát ez elég fura. De hát én a fiolányi vért is viszem. Trash mobokból health globe. Ó. Oh. Erre rászemez. Én meg sose voltam még support a D3-ba, de elkezdett érdekelni, így hogy beszéltetek rólam. Szia Moki, minden pöpec, köszi a kérdést. 4-es grubba, K2 support, ahogy Ben is írta, aha. Sikerült szerezned néhány kenyeret Adrián szállásmestertől? Igen, csak az ételcsomag felét adod a Mordeneknek, ami érkezett kenyér nélkül. Thank you. Köszönjük, Sotiris, ez a kenyér segíteni fog rajtunk, de talán már késő. A pusztítók minden nappal erősebbé válnak, ahogy mi gyengülünk. A felettes mágus fiolányi vére látja el őket. Tudnunk kell, hogy mi történt velünk, és hogy van egy gyógyír rá. Hozd el nekem a fiolányi vért. A pusztítók táborából talán megidézhetem a felettes mágust, és választ kaphatok néhány kérdésre. Megtudtuk, hogy a vére sokunk hasznára válhat. Valójában már megvan a vér, tessék? A fiolányi vér. Érzem a belőle áramló erőt. Frissítő. Igen. Felettes mágus, a véred hatalmával, szólj hozzám! Speak
For what purpose do you interrupt me? Engem? It is unwise to test my patience in this manner. A türelmemet tesztelni. De jól néz ki amúgy. Ott van Zaramot kardjánára. Warrior of Honor, köszi szépen a 23 hónapot. Srácok, peregjenek a szögek. Köszi szépen a támogatást. Néztem a D&D betyárbecsületet. Igen. És tetszett. Nekem tetszett. Lényegében a két support feladata a trash mobok meg az elitek összehúzása, a survivability biztosítása, a pályának felszedése, mobility, stb. Ugye nem is dél, kb. Csak nyúkolja a mobokat. Ó. Oh. Na hát ezt majd ki kell, hogy próbáljam benn, amíg lesz rá lehetőség. Igen, IMAX-be láttam, mármint hogy az IMAX-szerembe láttam, de ugye nem 3D-s volt, hanem csak 2. Úgyhogy annak örültem. Mint kiderült, nem kellett választanunk termet, hanem már előre az IMAX-szerembe szóltak a jegyeink. Your blood A saját véred kényszerít téged, Simbri. A szertartás révén, mellyel idéztünk téged, válaszolnod kell a kérdésemre. Veszélyes játék, amit játszol Morden. Kevés az időm, hogy elnézem a szeszélyeket, de most a barbár testvéreim kedvéért kivételt teszek. Mit akarsz? Valami nem rossz történik velünk. Ezt gondolom, valami nagyon rossz. Harci szellemünk eltűnt, és az erőnk is elhagyott minket, miközben nem tudunk meghalni. Te voltál a mesterünk tanácsadója, most segíts rajtunk! Valdisznak több ész kellett volna adni, amikor megteremtett benneteket. Halálból és romlásból születtetek. Zaramolt kardja adja az életet. Most, hogy a kard eltört, a varázslat, ami egybe tartott benneteket, megszűnik. Nincs semmi, ami megmenthet benneteket. A véremet az elkerülhetetlen elhalasztására használhattátok volna. Ahelyett, hogy erre a képtelen rituálére pazaroltátok. A halálatok gyors lesz, amint elfogadjátok azt. Mindenütt kerestelek, sok mindenre választ kell adnod. Sajnálom, barátom, de ez a szertartás nem kötelez arra, hogy veled beszéljek. Te és én hamarosan találkozunk. Te is tervezed majd megnézni amúgy Warrior of Honor? This is not what we... Nem ez az, amire számítottunk. Pusztulásra vagyunk ítélve. Utolsó napjainkat itt kell leéljük, nappal a hátunkon. Fogd ezt, hogy emlékezz ránk. Most már kis hasznát vesszük az eféle dolgoknak. Gyorsan jöjjön el a vég. Őrjöngő pajzs. Na hát, majd jó szórakozás, az neked is Warrior of Honor, meg neked is Neutron. Egyedülálló csontsisak recept. Ma meg is nézed? Hoppácska. Jó gyorsan. Az a helyzet, hogy én nagyon szívesen kipróbálnám a supportolást, így a Diablo 3-ba, de már szerintem nincs kedvem még egy karaktert felhúzni. Bár a Necroval lehet supportani, azt mondtátok, az meg azért már gírelődött egy kicsit. Ne nagy elvárásokkal üljetek be amúgy a filmre. Egyébként. Ujjjj, itt rám robbantak az ellenfelek. Necro support nagyon jó, csak arra kell figyelni, hogy ne legyen arra a damage-ed. Na, akkor lehet, hogy azzal majd megnézem.
harcot, és közben 46-os íjász lett. Jó, megcsináltuk a Morden megváltás küldet is. Szuper! Hogy volt egy Morden pusztító, meg volt egy Morden megváltás is. Szoktak a srácok diablózni még most is Neutron, úgyhogy nem tudom, benne vagy a klánban. De csapatják azért valamennyire, amennyire én tudom. A SA 3000-es paragon. Az komoly, Odi. Pedig ez a 28-as szezon, azt hiszem 28-as, ez most nagyon jó amúgy. Úgyhogy ezt érdemes tenni, nem tudom. Elég casual barát. Még akár szerintem szívesen fel is boostolnak a srácok. Lehet egy kérdésed a Diablo 4-el kapcsolatban? Persze, nyugodtan kérdezzetek, srácok. Nem mától kellene lenni az Open Beta tesznek, de hát 5-től lesz. 5-től lesz. Előző héten is 5-től volt, meg ma is 5-től. Lesz hétfő este 8-ig. Ja, amúgy eddig nekem is tetszik Yoko-sensei, hát arra leszek majd kíváncsi, hogy mennyire fogom élvezni az endgame-et. Annak már most örülök, hogy nem olyan, mint az Immortál, hogy ilyen izé napi limitekhez vannak kötve a dolgok. Tényleg ez nagyon tetszik nekem, hogy ugye olyanra csinálják, hogy nem kell ilyen, nem kell, hogy ilyen lemásolj ilyen meta buildet. Persze nyilván lesznek meta buildek, de hogy így minden builder érvényesülni tudja, ami neked így tetszik. Ugye az a cél. Hát ugye mindig ez volt a cél minden játékban. De most ez a rendszer talán ezt még jobban lehetővé teszi majd. 9 AM-et ért? Hát lehet, hogy amúgy 9 AM, csak az időzóna az nem, hogy hívják, magyarországi időzóna. Amúgy valószínűleg 9 AM a kezdés, csak a Amerikában. Ja, úgyhogy 5 órától élnek a szerverek. Pillanat.
mai nappal menjünk a hajdlát szezon? Az igen, Szemenz, jó világ van. Megbeszélések, meg hajdlátok. Minket extrakkal annyi... Nem olvastam végig, amit jöttem. Ja, persze, hát... Én nem tudom, hogy mi a helyzet az immortállal, Yoko Sensei, de ugye ott is az volt a terv, hogy idővel jönnek új karakterek a játékhoz. Hát most, én ha jól értettem, akkor a Diablo 4-nél is amúgy ez a terv. Hogy ugye jönnek a Battle Passok, meg jönnek majd az új karakterek, story bővítés, ilyenek, úgyhogy hát én is bizakodó vagyok. Nálatok 15 fok van, Farkas? Szemez, majd akkor a szaunában nyalja a fagyit. Na, küldi. Szóval ugye most ezt a Greylock a Kurgan küldit csináljuk. Igen, azt mondta ez a Greylock, hogy a driádok könnyen elejtettük és finom falatok lesznek. És most ezt próbáljuk megakadályozni. Ez a GG easy volt. Tér vissza Yorenához, az őrhöz. Megölted Greylockot és lenyúztad a bőrét. Amikor megölted Greylockot a Kurgant, megnyúztad a testét, az írhája véget. A sárgásbarna és vörös csíkos bőr vérrel és régi behegett sebekkel borított. Azt remélted, hogy Yorena majd tunikát tud készíteni belőle, de a bőr állapota lehet, hogy nem lesz megfelelő. Remélhetőleg azért egy részét majd meg lehet menteni. Nincs mit árész. Jó szórakozás majd a játékhoz. Jó hétvégét. Nálunk most bent a lakásban elvileg 21 fok van. De már most sajnos így március végén már nem lehet meglenni klíma nélkül. Főleg azért mondjuk, mert én az ablaktól a legtávolabb ülök, és mert itt vannak mellettem a gépek. Valószínűleg az is közre játszik, de egyébként is amúgy beszorul ide nagyon a meleg. Szóval, ha nem is mennek a gépek, akkor is iszonyatosan meleg van nyáron. Hát hozzánk... Jézusom! Hozzánkben nem is süt a nap, elénk besüt. És az pont elég. Hát ez a képesség nem talált el senki. Elvileg a Sunvoko a jó neki. Nagyon sok monk set van, szóval majd kipróbálod, ami tetszik, ami esik, és akkor a köré építed a buildet. Szemánsz. Szóval sok set van. Tudsz craftolni is, az is segít rajtad. Minél feljebb mész a torment szintekbe, annál jobb loot esik, akárcsak, hogy a Greater Rift szintjeit emeled.
Arra készülj fel egyébként, hogyha elkezdesz a többiekkel játszani, akkor nagyon durván, tehát egy iszonyatosan nagy ugrás lesz majd neked így abban, hogy hogy állsz majd a gírekkel, foghatod majd a fejed, hogy most akkor mit is kell csinálni, hogyan kell csinálni. Nagyon sok gír fog esni nekem. A többiek már csak a stat tökéletesítésre játszanak. Ilyen mindenből a primalation. Lehető legjobb statrollal. Én már nem emlékszem, melyik monk-setet szerettem. Azt tudom, hogy nagyon sok ilyen spirit sétált mellettem. Az volt az utolsó szerintem, amivel nyomtam. Hello, kellemes meleg van, 70 centis fájok falak, a legjobb, ami lehet, télen csak keveset kell fűteni, nyáron meg nem engedi be hőséget. Na, hát ez kb. Nálunk is valami ilyesmi, mert mint hogy szerintem én nem fázok télen, Andri mondjuk igen. Csak néha fázik Adri. És kb. Olyan, mint hogyha vályog falak lennének nálunk is amúgy, de nem az van. De hogy az az érzet van. Az az innaset? Ó! Oh. Sziasztok, Némán, de itt vagyok. Köszi, hogy szobba hoztátok a Diablo 3-at, azt hiszem újra nekiállok én is. Na! Reino, hajrá! Jó szórakozás hozzá. Ez a szezon most nagyon jó. Tényleg a legcasual barátabb. Arra készüljetek amúgy majd fel, hogy ne csináljátok meg a challenge liftet addig, ameddig nem kéri az altár. Mert akkor egy hetet kell várnotok, hogy az altáros túlit megcsináljátok. Ne járjátok úgy, mint én. Oroszlán sörény. Hát már mindegy szerintem nekem. Jó, de neked tök mindegy szemensz. Ez csak egy javaslat volt, érted? Tehát, hogy... Ha most megcsináltad, Istenem, mi van akkor egy hét múlva tudod megcsinálni. Ezt azoknak mondom, akik rásolnák a szezont. Te nem rásolod a szezont, te tipex, topox a Diablo-ban. Neked ez az első élményed a Diablo-val, szerintem nem is érdemes sietned. Múlt heti valami borzalmas volt. Ó, basszus, én nem is csináltam meg. Pedig azt terveztem amúgy, hogy annyit ér nekem a Diablo, hogy néha-néha megnézem a challenge lifteket. Tehát annyit, mindenféleképpen. Szóval... Kared oktatójának nyomába vagyunk most. Ott van. Szimbri felettes mágus. My young friend, it is good to see you again. Kicsit hangos a game. Hát mert itt nem jól csinálták meg a hangoknak a balanszolását, és így van egy csomó dolog, ami halk lenne, hogyha most lejjebb venném, és egy csomó dolog meg hangos. Általában a csata az hangos. Úgyhogy sajnos ezzel nem nagyon tudok állítani, mert így... Tehát például, amit most hallotok a háttérben, zene az, azt így... Ez így halk lenne. Fiatal barátom, jó, hogy újra látlak. Remélem termékeny éved volt, mióta nem találkoztunk. Ó, én is örülök, hogy látlak, tudós, bár nem úgy, ahogy azt te hiszed. Tudós, az a régi játsza többé nem szükséges. A Szimbri felettes mágusa vagyok, és visszahozom a népem Aranába.
Valóban azt gondoltad, hogy minden Valdis úgynevezett dicsőségéért történt? Jó szolgálatunkra volt, de sose volt nagy dologokra érdemes. De te különleges vagy. Együtt hoztuk el ezt a végidőt, és együtt üdvözölhetjük a népem, mikor a 1000 évnyi távollét után először eljönnek Arannába. Na, ez csak az igazi dicsőséges jövőkép. Ezt akartam a legkevésbé látni, épp olyan őrült vagy, mint azok a mágusok, akiket oktattál. Mindig is ilyen lassú volt? Először azt akartad, hogy ellássam Valdis baját, és hogy most segítsek a népednek? Dark Witch. Sötét varázsló. He! Egy nevetséges név, mellyel a gyerekeket ijeszgetik. Egy szimbri vagyok. És Aranna a mi ígéretföldünk, a szentélyünk. Azok a mágusok a hatalom miatt kerestek meg. Csak azt adtam nekik, amit megérdemeltek. Szia, Dúnyuska! Látom, még mindig önelégülten arrogáns vagy. Ez félrevezetett engem. Mindig is tisztességesen bántam veled. Sarkaltam a képességeidet. Te és én egy oldalon állunk. És egy a célunk is. Korábban ezt elfogadtad már. Most miért tagadod meg? Arana épereget szenvedett már, és te még további szenvedést akarsz hozni rá. A segítségem nélkül senki vagy. Képtelenség. Arana nem lett elpusztítva. Megváltoztatva igen, de az szükséges volt. A népem azelőtt igényt tartott Aranára, mielőtt a balsósú ősöd megrendelte volna a satnya pajzsát. Ez a legjobb, amire képes vagy. Tudósként meggyőzőbb voltál. Hány embernek kell még meghalnia, hogy az utópiád valóságá váljék? Nézz egy kicsit a jövőbe. Képzeld el Aranát, mint a bűség földjét, ahol mindenki elégedett, és a rémálmok már csak halovány emlékképek. Dolgozz velem, és együtt egy sokkal fényesebb jövőt hozhatunk egész Arana számára. A te végidőd az egész kontinens sötétségbe... A te végidőd az egész kontinens sötétségbe borította. Nem hagyom, hogy Arana népe tovább szenvedjen. Nem hagyod. Tényleg azt hiszed, hogy meg tudsz állítani? Eféle arrogancia nem illik egy ifjonchoz. Biztos vagyok benne, hogy a legjobbat akarod a barátainak, de gondolj arra a jövőjére. A béke megér egy kis szenvedést, te is jól tudod. Ez semmit sem old meg. Csak egy lehetőség van. Csatlakozz hozzám. A jövő még nem dőlt el. Összegyűjtöm a népet és az elfek erejét. Arana harc nélkül nem fogja megadni magát. Kezdesz kihozni a béketűrésből. Az elfek visszautasították a tanításomat, és ezért meg kellett hajolniuk a hatalmam előtt, ahogy te is megfogsz, ha folytatod a dacolást. Igen, ő a Cindim. Ajaj. Ajaj. Azt mondják, hogy győzd le a Mordengrár Lator mágust. Na. Ő is már ilyen varázslatot nyom, nagyon durva. Egyedülálló misztikus kesztyű. Igen. A sötét varázsló elmondta, hogy az elfek már elbuktak. Most a szülővárosodért aggódsz, és figyelmeztetned kell a driádokat, és elmondani nekik mindazt, amit megtudtál. Remélhetőleg Kirani meg fog hallgatni téged. Na. Ja, nem lehet használni a teleportot.
Na, meghalt a boss. Na nézzük, hogy mit szólnak. Hú, ne is mondd, Ray. Én is nagyon várom, hogy kipróbálhassam majd. I never expected to see you here of all places. Sose gondoltam, hogy itt fogok látni. You're not exactly someone we ever wanted to see again. Éppen az a személy vagy, akit valaha is újra köszönteni szerettünk volna. Nevet sértésnek. Sajnálom, de sürgős hírdeim vannak számotokra. A felettes mágus itt járt. Mágus oktatónak átszázza magát. Nagy veszélybe vagytok. Egyik vagy másik nézőpontból mindig is nagy veszélybe voltunk. Még a felettes mágus sem tehet minket naívvá. Többé nem. Ha ennyi minden, akkor nekem dolgom van. Már az elfekhez is eljutott. Amalluba kell érjek, mielőtt túl késő nem lesz. Tudsz segíteni bennem? Lezártuk az Amalluba vezető utat. Undorító lények jöttek át arrafelé. Kezdtek el árasztani minket. Szénia igazgatónő fel tudja neked nyitni, de egy másik latormágus miatt távol van. Meg kell várnod. Tartozásom van, amit meg kell fizessek a driádoknak, és a legjobb módja ennek, ha az elfeket szövetségbe tudom hívni a felettes mágus ellen. Talán magam kellene megtalálnom Szériát? Pontosan ez a viselkedés, ami miatt nem vagy szívesen látod itt. Azt hiszed, csak azért, mert szánalmat keltesz, parancsokat fogadok el tőled egy lelketlen zsoldostól. Itt megvárod Széria visszatértét, és akkor eldönti majd, hogy mit tegyen veled. Talán tehetek valamit, hogy megállítsam a lényeket, ha eljuthatok a Malluba. A pecsétetek nem tarthat örökké. Ennek már van értelme, azt hiszem. Ez nem jelenti azt, hogy bízom benne, tudod. De ha igazad van, és az előörsöt valóban nagy veszély fenyegeti, ezt nem kockáztathatom. Széria innen éjszakra vadászik a latormágusra a hegyekben. A területet lezártuk az előörs védelmébe. Egy szobor áll a bejáratnál. Mondd neki, béke és rend. És át fog engedni. Miután eljutottál a bejáraton, csak meg kell találnod Szériát. A közelben lehet valahol. És Sotiris. Ha hazudtál nekem, személyesen vadászlak le és tanítalak Móresre, amit egyhamar nem fogsz elfelejteni. Köszönöm, Kirani. Valami rossz kellett történjen az elfekkel, a Széria úgy rendelkezett, zárják le az Amalú felé vezető utat. Talán egy másik úton kellene mennünk. Ismersz bármilyen másik utat? Most, hogy minden megváltozott, nem. Feltételezem, ez a mi útunk. Remélem biztonságosan haladhatunk rajta. Ahogy én is. Széria keresésem. Na. Innen fogjuk majd legközelebb folytatni, srácok. Az első rész harmadik fejezeténél. Széria keresése útban Amalú felé. Ugye ezt majd a part 3-nál tudjuk folytatni. Elizát ugye még nem találtuk meg. Békjózott Haku minta kell, gondolom ez majd később lesz meg. Amalú szentelt vizet, ez is később lesz meg. Itt ugye Jorenához majd vissza kell térnünk. Őt ezt igazából meg is csinálhatjuk. És akkor van még egy küldetés, amit így nem látunk, hogy az mégis micsoda. Eddig jutottunk jelenleg a kiegészítőben. Jól haladunk. Béke és rend, azt írják. Egész jól haladunk. Mit gondoltok, srácok? Azt mondja, hogy még visszább kell szerintem mennünk. Vagy lehet, hogy a Calvary pusztakán. És mi csak nem is crasheltünk, így van. Bár már volt ilyen stream, hogy nem crasheltünk. Bízom benne, hogy ez ki is fog tartani tovább. Többé nem hallom Grélok édes hangját, éles érdes hangját a fejemben.
Hihetem, hogy sikerrel jártál az elpusztításában? Többé már nem fog triádokra vadászni, itt van a bőre. You... Többet érdemelsz, mint az általam készítető legjobb fegyver. Tessék, kérlek fogadd ezt, örök hálám. Nem lehetsz a legnépszerűbb egyén az előrsben, de nekem bizonyítottál. Egyedül álló kivégző kesztyű. Lövés és harc mágia. Hát ez felejtős. Mert hogy nekünk nincsen olyan. De látjátok, befejeztük a Greylock, a Kurgan nevezetű küldét is. Úgyhogy ja, jól haladtunk, srácok. Elkezdtük a kiegészítőt, és haladtunk a part egyen. Ezek alapján azt tudom nektek mondani, hogy még 3 stream van hátra ebből a kiegészítőből. És észrevettem, hogy hol van az inventorink. Eldobtam azokat a régenseket, és átrendeztem egy kicsit a dolgokat. Set itemek, cipellők, fegyverek, ékszerek, és itt vannak az extra cuccok. A vödör, a halloweeni fejes, Bolivár lelke, ami latino ízt, latino ütemet és futball szeretetet ad. Így rendeztem el. Mentünk még egyet, kilépés. Nagyszerű. Ez jó volt. És ahogy mondtátok, igen, most viszonylag olcsón lehet amúgy ez a gamehez jutni. Mondom, a Broken World az sajnos nem beszerezhető online store-okba, de még mindig klassz ez az élmény. Örülök, hogy ideig eljutottunk. Remélem, hogy élveztétek, srácok.